Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Bifko Krisztián, vagyis Mojó. Jó estét, fiatalok. Hello, Bello. Neked is olyan fáradt a hangod. Á, nem, ez csak a látszat. Nem fáradt, én beteg vagyok, bocsánat. Jó bulás, Fifika. 38 fél, ez most a... És nem a nikotin szinten. Bár lehetne az is. Az nem is láz még, az ilyen babaláz. Figyelj, már 39-nél én már kész vagyok, mint matek lecket. Tehát engem már így ráz a hideg. 38 féllel. Kingem is ilyen, ne rosszul tűri a lázat. A 37-1-nél már a matyó van. Én nem. Én már 36 félnél. Nem, 36 félnél. Már nem akarok dolgozni menni. Na, mi történt veletek a héten? Ha, semmi. Aludtunk, meg ettünk, meg iszabírkoztunk, meg ilyenek. Figyelj, láttátok már, hogy nem lehet csak trafikba kapni. Májustól tényleg csak trafikban. Akkor van. De miért? És mióta, vagy miért, vagy mi ez? Hát én azért csak kimennék tiltakozni, vagy valami, nem? Á, nem, a fotelben legalább meleg van. Mi? Hát csináljunk már valamit, hát ez így nem fasza. Á, de minek? Úgy sem megy ki senki. Hát a frász nem. Föl kéne ülni, nekem ez az ötletem támadt még, hogy föl kéne ülni Orbán Viktor kisvasúton. Hát arra viszont már bármikor föl fogsz tudni ülni. Lehet, hogy a kisvasúttal körbe fogod tudni járni az olimpiai létesítményeket is majd. Úristen, tényleg? Aha. Én oda nem megyek, az ott már denevérország. Jaj, bocsánat. Oda már csak Liquiddel lehet bemenni. Nem túl a célos a egészségi állapotom mostanában. De mi van, hogy így levagytok szottyanva velem együtt? Azt szeretném kívánni neked, hogy 18-as karikát kitéve az adás elé, baszódj meg, kedves Fifika! Nem. Jó sikerült, szerintem. Mert aki még nem szerzett volna róla tudomást, de a mi hallgatóink hiper jól informáltak, és mindegyikük ott volt, tehát nem tudom, hogy hol voltak a többiek. Megvolt a Kossuth téren a demonstrációnk, amit hetek, hanem hónapok óta szerveztünk, és egy szót tudok én erre, fiúk, mondani, grandiózus volt. Nagyszerű volt. Szerintünk. Igen. Én azt mondanám, hogy az utóbbi idők legprofesszionálisabb rendezvénye volt. Csak iszonyú hideg volt a picsába, Charlie. Intézhettél volna a napnál egy, mit tudom én, egy több méter tűzifát még pluszba. De mondott te, aki délre jöttél oda. Nekem, figyelj, én gyakorlatilag kimentem, én már egy óra múlva vacogtam. Tehát akkor már rájöttem, hogy iszonyúan alul öltöztem én ezt az egész dolgot. Ugye, mert én déli fekvésű helyen lakom, a napfényes délen. Erre fölmegyek ugye éjszakra, hát ott meg kurva hideg volt. Ezt úgy hívják, Fifika, hogy mediterrán mikroklíma. Mediterrán mikroklíma, igen. Én ezt gondoltam, mikor megláttam egyébként. Gyapott földek. Mikor megláttam Mujót, mert a történet az úgy indult, hogy én beállítottam az órámat, mert 6:34-kor ment a troli, hogy mindenképp odaérjek a Dózsa-György útra, úgy állítottam be, hogy 5:35-kor kelek, és nincs szundi. És ehhez képest 5:24-kor megcsörrent a telefonom, hogy mondom, ki a bánatos franc az. Mi vagyunk a színpadosok, akkor hova menjünk? Azt megmondom, ezt nem hiszem. Milyen színpad? Hagyjatok már. Hát a színpad. Nagy jó, színpad. Mondom, jó, oké, kimegyek egy picit. Kijöttem, addigra már bebútoltam,
azt mondtam, hogy azt beszéltük meg, hogy 7 óra, 7-re ott vagyunk. Ja, ja, jó, jó. Jó. Úgyhogy irány a Dózsa György, akkor én már egy olyan Krisztián azt írta, hogy 10 perc, és ott vagyok, már csak fogatmosok. Ehhez képest szerintem egy jó 20 percet vártam rá már talpon, kinn a kocsi előtt, hogy megtaláljon könnyen. Aztán, mikor megláttam... Elértük a trollit, futva. A nem jeges volt ez, csak tudod, mikor ez a köd rászáll az útra, Fifika, és az ott iszonyat csúszós, hogy mellettem, ott előttünk fikázott el egy biciklista a kereszteződésben. De én úgy indultam neki, hogy nagy táska, abban még egy plusz pulcsi, víz, rajtam volt a Jäger alsó, farmer, póló, pulóver, meg a kabát, meg az anyám kínja, és akkor megláttam a Krisztiánt, flangál felém egy szál farmer, egy ilyen átmeneti cipő, meg a pulóver. Mondom, Krisztián, melyik bolygóra megyünk, vagy mi lesz itt veled? Ő nem fázós, ő ezt jól bírja ezt az időt, oké. Nem, azért keményen oda durrantottam, tehát volt rajtam két vékony zokni, ami nagyon extrém felkészültségre val, valamint két vékony póló, meg egy kapucnis pulóver, egy melegítő felső, és azon a cipzáros kardigánom, úgyhogy én abszolút antarktiszi körülményekre készültem. Hát ehhez képest már, mikor ott voltunk, a lovas szobornál már mondtad, hogy lépjünk már le a lépcsőről, mert neked itt ez nagyon hideg, és inkább a kövön. Hát vékony a talpa annak a fránya cipőnek, és erre viszont nem számítottam, hogy elkezd áthúzni a hideg, és hát ott ugye azért volt kinkő rengeteg, kivált kép a szobor talapzata, így ömlesztette magából az összegyűjtött hideget. Úgyhogy igen, ott volt valamikor, nem tudom, hogy másfél-két óra után már éreztem, hogy elkezd nem mozogni a lábam így csípőből, úgyhogy akkor gyorsan oda kellett spurizni egy kicsit a metró szellőző nyíláshoz. Igen, ezt így többen írták, hogy amikor vége volt, így futottak haza, és ilyen érdekes érzésük volt, hogy haladnak, csak nem tudják, hogy mivel. Mert így a lábukat már nem érezték. Mondjuk én is ebbe a kategóriába tartoztam. Plusz a jégernadrágom lecsúszott, érted, a térdemre. Tehát ilyen kettős szorításban értem ki a nyugatira. A nyugatiba, úgyhogy alig vártam, hogy fölbírjak hussanni a fülkébe, érted, hogy valami szerelvényigazítást végre bírjak hajtani, mert úgy éreztem, hogy ilyen vaperbetyárgatjába. De pisiléskor az jól jött egyébként. Hú, nagyon. Nekem az utána esett le, mikor elmentem egyszer és először is utoljára, kétszer voltam akkor pisálni először is utoljára. És igen, ott mondom, igen, neki kezdenék, jaj, még egy gatya. Vetkőzni hozzá. De úgy voltam, tudom, hogy utolsó előtti pillanat, jaj, most de jó lesz. Jaj, nem lesz még jó, várjál. De mikor megláttuk, oda jöttek a rendőrök, kérdezték, hogy mi a szent szar van, mert ugye ott voltak a BRFK-tól, ott voltak a készenléti rendőrségtől, a BRFK-s az bejelentkezett, hogyha gond van, akkor ott vannak a sarkon, bármi van, szóljunk, aztán jött a készenléti rendőrség, ott adatokat irogattak, aztán jött a műveleti tiszt, azzal a hölgyel, ugye? Igen, igen. Akkor ők is ott egyeztettek, és utána láttuk, hogy nagyon gyanús, hogy ezek a rendőrök mind odaállnak a rácsra, és azt akkor fedeztük fel, hogy a rácsnál jön föl a meleg levegő a metróból, és az milyen jó volt a lábunknak. Úgyhogy ott olvadoztunk néha ki. Nagyon zsúr volt. Én már szégyenletemben nem álltam oda, mert nagyon hülyén nézett ki, tudod, hogy ott van a színpad, ott van a kivetítő, senki nem állott, mert egy nagy kupac ember ott áll a metrórácson. Igen. De jó volt egyébként, mert ahogy elkezdődött épülni a színpad, ami egy ilyen laza 5 órás projekt volt, ugye a projektorral együtt minden szírszarral, egyre inkább körvonalazódott, hogy ez bizony kurva jól fog kinézni, és igazunk lett, basszus, mert tényleg kurva jól nézett ki. Úgyhogy... Hát igen, polírozom egy kicsit a hátsódat, mert ez a vízió, ez a tied volt. Ó. Oh. Fasza lett nagyon. Igen, mert mondtad, hogy jó lesz a megafon is. Persze, én kimegyek egy papírlappal, meg én megafonnal is bárhova. De most már tudjuk, hogy már pulpitus is kell majd nekünk. Úgyhogy jó volt szerintem, minden tökre flottul
ment, sőt, még két vizuálos srácot meg is térítettünk. A végén az egyik visszaadta az egyik modot, meg rajta a kazánt, hogy képzeld, már két órája nem cigiztem, úgyhogy elirányítottam az egyik kereskedőhöz. Szerintem baromi jól nézett ki egyébként, és ahogy a hangtechnikus sráccal ballaktunk, azért egészen szépen, és valami borzasztó alacsony szinten szólt a hang, és még úgy is eldobta a hangot egész a metróig, ha meg följebb vette volna, ugye ott visszhangzott volna nagyon, de szerintem nagyon karaj volt a dolog, és pláne ugye az a rengeteg videó, amit ott le tudtunk vetíteni majdnem 3 órában. Én amikor mentem felétek, akkor teljesen megtévedtem. Tehát olyan volt, mintha az utcából jönne a hang, és nem a parlament oldalától, mert ott az épületek a metró följárónál így visszaverték a hangot. Még így forgattam, és a fejem mondom, Charlie, azt mondta, a parlament oldalán, ez tökre olyan, mint ahonnan a villamos jön ki, hogy mintha ott lennétek. De aztán megtaláltam nagy nehezen. Nagy nehezen, Krisztián, hát ekkora arcunk még nem volt a világtörténelemben, ami a falon kín volt, tehát ez nem volt azért olyan nehéz megtalálni minket. Jó, hát amíg rá nem fordulsz a látványra, érted, addig nem érzékeled ezt. Meg nappal szerintem nem volt azért annyira monumentális, mint amikor elkezdett sötétedni, és akkor úgy világított messziről, igen. Messziről azt világított volt. Az egész. Nagyon szépek voltak a hamutálak, a mécsesekkel, és azért 6 órára egészen jól összegyűlt a tömeg. Hát igen, azért az látszott, ugye, hogy nagyon fáztak, félrevonultak sokan, azért ott kellett hívogatni őket, viszont azért amellett se lehet, vagy nem is akarok elmenni, hogy mennyi minden támogatást kaptunk mi ott, tehát hogy azért képbe legyen az is, aki nem volt ott, majd arról is szót ejtek. De volt olyan, aki például Kocsis Tomi fölhívott minket Szlovákiából, hogy küld nekünk pizzát. És megkaptuk a világ leghosszabban kiszállított pizzáját. Hát, ez tényleg Szlovákiából jön, baszki. Hát az egy ilyen over 5 órás kiszállítás volt, tehát valamikor kettő előtt rendelte, és ilyen 6 óra ért oda. 6 óra magasságában azért, ti rendeltetek pizza? Oh, köszi, hello. De azért köszönjük. Aztán volt egy srác, és ne haragudjatok, hogy nem tudok neveket, de nagyon sokan jöttek oda hozzánk. Az egyik srác hozott házi pogácsát. Egy zacskot csak úgy odarakott, tessék, itt van, mert hogy biztos éhesek vagytok, nagyon szépen köszönjük. Volt, aki az egyik kezében egy 6-os ásványvíz volt, a másikban egy hatalmas nagy osanos szatyor, és volt benne még egy 6-os víz, vízforraló, hogyha teát akarnánk inni. Milyen teát akarnánk inni? Volt benne zöld tea, fekete tea, gyümölcs tea, málnával természetesen. Ezúton is köszönöm ennek az úriembernek, mert rettentő jó esett a hidegbe. A hát az életmentő volt, igen. Akkor aki kávét akart volna inni, szintén ebben a csomagban volt Nescafé, hozzá tejjel, cukor, édesítőszer, nyírfa cukor, igen. Igen. Kanál kavarni. Stevia. Stevia, bocsánat, édesítőszer, stevia volt. Kanál kavarni, műanyag pohár, tehát nekünk tényleg csak a szánkra volt szükség, meg a 220-ra, hogy bedugjuk a zsír új vízforralót, úgyhogy ezúton szeretném jelezni, hogyha nálunk maradt a vízforralód, úgyhogy jelentkezzél itt az adás szerkesztőségében, hogy vissza tudjuk juttatni. És vagy amennyiben meleg vizet akarsz inni, akkor előtte telefonálj rá a Charlie-nak, hogy dugja be. Igen, 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 igen. Úgyhogy nekem ezek rohadt jól estek, hogy jöttek oda étellel, itallal, hát rátszott már rajtunk már dél környékén, hogy azért erősen belénk harapott téltábornok, és hoztak mindenfélét, vagy csak egy jó szóval, hogy köszi, hogy itt volt. A vége az felemelő volt, tehát mindenki oda jött, megköszönték a fáradozásunkat. Hát Fifikának nem, mert ő úgy elspriccolt, hogy még a hangtechnikus sem. Én,
hangtechnikus se fizetted ki. Ez is, de figyelj, másnap reggel ott volt a számlád. Várjál, az enyémen? Hát most megnézem a telefon, de szerintem nem. Te kinek küldted? Szórakozzál. De most nem szórakozok, várjál, tényleg megnézem. Arra a számlaszámra küldtem, még rád is értem. Várjál. Ja, jó van, megvan, csak nem a te neveden jött, hanem az asszonyén. Közös számlákban. Úgyhogy rengeteg emberke ott volt, viszont egy csomó nem volt ott, és majd erre is kitérünk szerintem. Mi volt még, ami úgy észrevétel volt nektek ezzel kapcsolatban? Jókat beszélgettem ott azért, tehát így napközben ilyen 20-30-as csoportok alakultak ki, ugye volt, aki csak sőt, hát volt valaki, nem tudom kinek a szülei hozták ki a hamutálat, mert a gyerek dolgozott, de hogy minden féleképpen szerette volna, hogyha kikerül a hamutál, és akkor nyugdíjas szülők elvillamosoztak oda, elhozták a hamutálat, sok sikert kívántak, és akkor tényleg voltak ilyen megkapó pillanatok, hogy mennyire gondolnak az emberek erre. Hozzám is került Békés Csabáról 5 vagy 6 darab hamutál, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy mindenki azon volt, hogy ott azért legyen melléklet a rendezvényhez, és hát lett is. Ami nagyon fura volt nekem, azt lehet, hogy mindkettőtöknek, vagy csak Krisztiánnak mondtam, hogy egyszer csak odajött hozzám az egyik mellényes aktivista, hogy van a tömegben egy bomlasztó. Na, mi van? Képzel, cigizik. Hát, jó van, hagyd a francba. Azt akkor már láttam, hogy jön, és hogy kiféle, miféle ez a rendezvény, meg ki szervezi, hogy szervezi. A aktivista majdnem jól elmondta, aztán fordítottam neki. És olyan érdekes kérdések kezdtek el jönni, hogy ki támogatja a rendezvényt, vagy van-e köze egyébként bármilyen olyan érdekcsoporthoz, amelyik az értékesítésben érintett, vagy érdekelt. Akkor kérdeztem rá először, akkor szólt Charlie, hogy hol vannak a kézigránátok. Mondtam, hogy ott vannak a kis szatyorban. Ne, akkor kérdeztem meg, hogy és már pedig benne kit tisztelhetünk, hogy ilyen témájú kérdéseket tesz föl, de válaszoltam neki természetesen, hogy igen, voltak, hiszen a szervezőként Krisztián és én lettem megjelölve, tehát ez két magánszemély nem tapsolta volna össze. Igen, voltak kereskedők, akik támogatták ezt, sőt nem csak kereskedők, magánemberek is, akik támogatták ezt anyagilag, hogy összejöhessen a projekt. Nem tudom, hogy kellene nekünk itt a pénzen lovagolni üvegzseb program keretében, vagy elmondhatjuk-e, hogy úgy uszkve mennyi volt. Hát ja, mégis azért legyen mindenkinek fogalma arról, hogy egy ilyen összeröffenés milyen áldozatot követel anyagilag. Titkolnivalónk sincsen, igen. Sincsen. Tehát ezt igazából bármikor bárki megkérdezheti. Jó. Hát akkor az elejétől a végéig ez nagyságrendileg olyan valahol 1.300.000 és 1.500.000 forint között volt, amit sikerült körülbelül 2-3 nap alatt összelapátolni a kereskedők részéről, a Villanypára Egyesület részéről, és egyéni támogatók részéről is, akiknek nem lett volna ez dolguk, és mégis megtették, vagy nem Magyarországon voltak, és mégis megtették. Úgyhogy nekik a legnagyobb köszönet, mi csak tényleg más pénzével gazdálkodtunk és terelgettük, meg ötleteltünk össze-vissza. Nem össze-vissza, mert szervezetten, de hát a pénzt mindig elkölteni a legkönnyebb. Úgyhogy én csak mindig a jóváhagyásotokat kértem, hogy erre még mehet-e, arra még mehet-e. Aztán mindig rámondta valaki, hogy ha még hiányzik, akkor beledobok. Úgyhogy azt mindenkinek szeretnénk megköszönni ezúton is, név nélkül is akár, aki érintett, hogy ebbe pénzt adott, azok tudják, hogy el akarnak-e ezzel számolni publikusan, vagy nem.
mi megköszöntük nekik ott is, személyesen is. A pártok támogatását is jó, hogyha megköszönjük szerintem, mert... Igen, bár azt ugye tegyük hozzá, hogy az nem anyagi támogatás volt igazából, hanem hogy erkölcsi és szakmai gyakorlatilag, és még majd valószínűleg, hogy lesz is részük a szakmai oldalban, de... Most néztem vissza a videóban azt, amit mondtatok nekem, ugye ott nagyon minden úgy történt, hogy egy csomó mindent nem láttam, mert akkor én már beszéltem, és ugye azt tudtam, hogy a MSZP-s képviselő asszony, Anita, ő följött, és hatalmas respekt a körömcipőért, és mindenki azt nézte, hogy körömcipő, harisnya, rövidszoknya, hogy bírta ez a nő? És ugye őt szólítottam utoljára, mert valamiért az volt a fejemben, hogy ő akar utoljára beszélni. És közben a videón láttam, hogy Krisztiánnak mutatta éppen Anita, hogy ott van a jobbikos alelnök, és akkor Krisztián, te lerohantál, fölhoztad, és akkor már mikor megfordultam, akkor az volt, hogy na ő is lesz, és ő is vadul szájában a szopókával ott állt mögöttünk, és elmondta mindenki a saját gondolatait ezzel kapcsolatban. Úgyhogy... Anitának volt egy aranyos beszólás, amikor mondtuk neki, hogy de hát meg fog fagyni, azt mondja, én paksi lány vagyok, kikérem magamnak. Mondjuk ez nem tudom, mit jelent, tehát, hogy még a sugárzást is bírja, vagy egy atomerőmű dübög a belső részében, de iszonyúan, tehát én úgy vacogtam, hogy azt hittem, hogy ha meg kell szólalni, nem fogok tudni megszólalni. Nagyon ideg volt fönn, és ma, hogy visszanéztem a videókat. Akkora lettem teljesen átfagyott állapotba. Ugye ez nekem ott fönt menet közben sokkal rövidebb időnek tűnt, mint amennyi valójában volt, és ma láttam, hogy 53 percet álltunk fönn a színpadon összesen. Mondom, jó van rendben. És úgy, hogy nekünk fel se tűnt menet, hát feltűnt menet közben, de itthon mutattam a feleségemnek a videót, és úristen, te szipogtál. Hát mondom, én kérek elnézést. Tehát, hogy víz nem volt a közelünkben, a szánk száraz volt, és borzasztó szipogás volt, és a végén már Isten bocsássa, meg úgy voltam vele, hogy tudjátok mit, nem szívom, csorogj, ahova akarsz, leszarom. Mondom, törögetnet nem fogom, mit én kesztyűbe. Én is ezzel agyaltam, hogy egy kurva zsebkendő nem volt nálam. Basszus. Nagyon durva volt. Én nem láttam semmit a tömegből, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hát az kész, tehát ott a reflektor bevilágított a szemedbe, és így elnéztél a nagy világosság alá. Én azon gondolkoztam, igen. Legközelebb, ilyen, ha ilyen lesz. Nem. Világos foltokat lehetett látni az arcok helyén, de... Legközelebb, ha ilyen lesz, akkor az igazi rockstar napszemüvegeket mindenkinek elő kell kapnia is. Úgy vonulunk föl a színpadra, mert az a talán elviselhetőbb. És egyébként az a fura, hogy valaki írta, hogy a végén olyan nem megrendítő vagy olyan emberi volt, mikor elcsuklott a hangom, amit én úgy ott nem vettem észre, visszanéztem tényleg. De hát magával ragadott az esemény súlya és fontossága, úgyhogy nézzétek el nekem. De mondom még egyszer, azon kívül, hogy mindig lögdösni kellett titeket, hogy a mikrofonhoz közel, mert már nem lehet jobban hangosítani benneteket, szegény Szúnyog Tamást is. Jó, akkor közelebb áll. Kicsit oda totyogott, és aztán vissza. De hát Szúnyog Tamás csak ennyit mondottod. Nézd már, és megfordította második oldal. Mikor a múlva mondta a beszédét. Ráadásul Krisztián, iszonyú lassan mondtad. Artikuláltan, lassan, érthetően beszéltem. Nagyon odafigyeltél rá. Tudod, hangsúlyok, szünetek kitartat. Krisztián olyan profi beszélő lett, hogyha valaki emlékszik 2 évvel ezelőtti megnyilvánulásaira, amikor így bedobtuk a mély vízbe, hogy akkor oké, legyél te a... Hogy 3 évvel ezelőtt volt, vagy nem is tudom, mikor mondtam én ezt neked, hogy legyél te a villanypára a szóvivője.
ahhoz képest valami, ott gondolkoztam a színpadon, hogy Istenem, már megint egy embert adtunk. Kineveltünk. Kineveltünk egy szónokot ennek az országnak. Jaj. Igen. Zseniális volt. Nem voltam, és nektek ott nem biztos, hogy feltűnt, legalábbis úgy láttam, hogy nem tűnt fel nektek, de a 95-öt elrontottam. Menet közben nem tűnt föl nekem sem. A tömeg is beleszólt, akkor egy picit ott kibillentem, és azt mondtam, hogy 95%-a káros. Szerintem ott senkinek nem tűnt föl, azt valaki utána írta be, miután megnézte a videót, hogy azt nem jó mondtad. Hát persze, otthon a meleg karosszékbe, basszus, már könnyű kákán is csomót keresni. Visszatérve Krisztián beszédére. Nem, érdekes egyébként, hogy nem úgy említették meg ezt az egészet, tehát nem ilyen kötözködős jelleggel, hanem hát nem, hát ezt mindenki tudhatja, hogy azért ott olyankor abban a szituációban nem lehet. Viszont visszatérve Krisztián beszédére, arra azért rettentően büszkék vagyunk, Krisztiánnal együtt természetesen, hogy Eringes Anita elkérte ott helybe a Krisztián beszédét. Tehát ez valami... És föl is olvasott belőle, hogy ugye visszanézhetitek az utolsó vitát. És mondtam neki, hogy ez nekem rosszul esik. Hogy az enyém nem kérte el, de elküldöm e-mailbe. De azért figyeltétek, tényleg rövid voltam, tehát két oldalam volt. Pöcsre. Igen, tudod mi van, Krisztián? Megnéztem, hosszabb voltam, mint te. Képzeld. Igen? Uh-huh. Na tessék. Skandallum. Gyors voltam, mint a villám, még így is, hogy nagyon lassan és tagoltam beszéltem. És amiért nagyon dühös vagyok még, hogy elindult az egész, és akkora rohanás, tehát hirtelen nagyon föl kellett pörögni, és az első 7 perc pont a beszédem, az, ha megnézitek a videót, ott egy kicsit szarabb a hangminőség, mert az a lenti kamerának a hangja volt nem direktben közvetlen a keverőből. Ja. Úgyhogy mea culpa maxima. De hát ezer dolgunk volt, tényleg ezer, és mindenkinek köszönjük szépen a segítséget. Ugye én elrohantam, elmaradt a hangosításnak a kifizetése, azt összedobtátok, azt másnap elutaltam. Nálam maradt valami kártya, amit valakinek oda kellett volna adnom, valami nem tudom én mik, azt egyébként ma a mai postával küldtem el szegénynek, mert rám írt, hogy bocs, nem mentem oda hozzád, meg izé, hát most érted, én se álltam neki 250 emberből leválogatni, hogy ki az, akivel nekem találkoznom kéne kártyaügybe. Úgyhogy hát volt kapkodás rendesen. Én meg rettentően fostam attól, hogy lekésem azt a kúra vonatot, mert utána már csak a posta vonat van, az meg 9 órát megy Szegedig. Hát ilyen tolsz egy Trans-Európa Express-t. Igen. Mondjuk Krisztiánékkal nekünk még volt egy kis chillout a végén, mert az infralámpást, ugye rendeltünk infrát is, hogy az valahogy melegen tartson minket, ami tök jó volt egyébként, tehát anélkül tényleg megpusztultunk volna. Mondtam a gyereknek, hogy 8-ig tart. Oké, neki fél óra. Jó, 3-4-8-kor vége volt, rátelefonálok, hogy srác, jöhetsz. Oké, maximum 30 perc, 40. Hát 50. Mondom, bazd meg, jó, hát azért az 50. percben már rácsörgök, hogy mi a bánatos faszom van. 10 perc és ott vagyok. Hát mondom, jó, csak vedd számításba, hogy mi kibaszottú fáradtak vagyunk, ha nem jössz, itt hagyom a gecibe, azt akkor vagy itt lesz, vagy nem. Pont lesz arom. És már kínunkban ezt se gondoltam sose, hogy én le fogok ülni ott a dzsuvába, hát ráültünk már elkeseredésünkbe ott arra, ahol jön föl a levegő arra a rácsra, és ott fetrengtünk már 4-5-en, hogy vártuk az embert. Hát még egy órát vártunk ott, és akkor 9 körül addig meg tudod, mert te elszeleltél, tehát a gyertyákat elvinni, a hamutartókat, a szemetet összepakolászni. Szép tiszta volt minden egyébként. A hamutartókat, Csárni? Hát elmesélem Krisztiánnak, volt erre egy projektje. Igen. Ugyanis Krisztiánnak van egy képzőművész. Iparművész ismerős, és Charlie ebből olyan installációt csinál, egy olyan performanszot, hogy beszarunk, olyan jó lesz. Oké. Két dupla kukászsákot megtöltöttünk vele. Kétszer kettő dupla kukászsákot. És akkor Krisztiánék evítik a szemetet, és kérdezem Kingát, hogy figyelj már, ez komoly.
Szerintem az lesz, hogy leviszitek a lenti tárolótokba, aztán majd két év múlva dobjátok ki. Hát, hogy meg ez az ismerős is Hollandia, jaj, mondom, Hollandiába. Hát biztos, hogy nem fog eljönni ide, hogy ezt hazavigye. Krisztián nem fogja kiküldeni, úgyhogy szerintem dobjuk ki. Kijött Krisztián, nem is tudja. Krisztián, ezt most haza kéne nektek vinni. Jó, dobjuk ki. Úgyhogy az enyészet. Hiába a nagy tervek a valóság, amikor így megpróbáltam azért így a kukácsarcát megnézném, tudod, amikor így mi a szar ez? Két zsák hamut álmozd meg. És a legnagyobb flash-t elfelejtettem. Reggelben? Reggel odaértünk, pakolászunk, csináltam egy kis timelapse videót, hogy építik a vastraverzeket, és akkor jön az a bácsi, aki ott a parlamentnek a gondnoka kívülről, aki takarít, tudod, valami sárga-kék mellénybe. És azt szeretném kérni, hogy itt majd a gyertyák, meg igen, már Krisztián mondta, hogy persze, készülünk, meg lesz fólia, meg tálca. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. És akkor így ránk kacsint, így fölhúzza a kabátját, így megemeli oldalról, veletek vagyok. És a zsebében ott volt egy, azt hiszem, hogy egy iStick volt, meg rajta egy GS. Le is fényképeztél vele. Igen, veletek vagyok. És akkor utána kiderült, hogy fórumozik is, hát úgy olvassa a fórumot, és beszélgettünk vele, és egy 5-10 percet, tehát ez hatalmas volt, hogy mindenhol ott vagyunk, aztán látjátok. Jó, hát még ilyen backstage infók, amikor én ott a beszédek közben lerohantam, és aztán kerestél, hogy hol vagyok, az volt, hogy nekem a Nikolettával a BRFK-tól kijött tiszthölgyel kellett egyeztetnem, hogy ki beszél és milyen sorrendben, mert neki azt le kellett adnia. És aztán ott még gyorsan telefonálgattam, hogy hol van, merre van, hadd mondjam neki a névsort. Ja, azért igen, mert ennyire komoly volt a dolog, hogy le kellett adni, X jön Y után, azután jön Z, azután A, azután B. Tehát nem tréfáltak, hogy majd ideálltok, azt mondjatok, amit akartok. Nem, Csali. Z nem Öj, jött. Nem. Én kérek elnézést. Nem mondtad viszont délután róla, hogy hívják ott a saját különbejáratú sósavas bácsinkat. Fú. Én nem akartam ennyire. Ott már így le vagyunk zsibbadva, pont ülünk ott a hangmérnök srácsa, beszélünk négyen, öten, és akkor így a semmiből hátulról, mint a rajzfilmekben, én csak így mellkastó fölfelé. Nem emiatt kéne itt csinálni a fesztivált, de kéne a picsába tiltani! Mondom, tessék? Igen? Hát mert hogy emiatt halt meg a lányom? Mi miatt? Csókolom. Az a rohadt e-cigi, meg azok a szarok, amik benne vannak! Mik vannak benne? Föl tudnál sorolni? Azok a szarok! Olvastam az interneten! Jó, mondom. Én meg tudom, hogy nem. Mi meg a orvos? Hát, bele tetszett hibázni. Orvos vagyok. Milyen orvos? Nem árulom el. Jogomban tudni! Mondja meg, milyen orvos! Na, mondom akkor, hogy fölállok, mondom, akkor most kéne elballagni innen. Ez a Magyar Köztársaság területe! Ott van, ahol nem akartam neki mondani, hogy bazd meg, akkor ballagjál be a izére, a lőtérre, azt ott ballagjál, sétálgassál magadnak, mondom. De ez most egy műveleti terület, úgyhogy innen tényleg el kéne sétálni. Ő itt marad. Akkor így finoman jeleztem neki, hogy most innen elmész. Nem, ő itt marad, hívjak rend. Oké, rendőrt hívok. És akkor elballagtam ott a kvázi melegedőhöz, ott, ahol jön ki a meleg a metróhoz, vagy metrótól. És volt még ott egy-két vaper, velük kezdtem el beszélgetni, hogy milyen idióta, aztán pont a Vassi is ott volt, beszélgetünk, hogy milyen idióta, megjelenik. Hát ezt mondom, jön utánam, basz, meg megnyertem magamnak az utánfutót, és akkor megint hangosan, mert ott vannak a rendőrök, akkor hőzöng, a rendőrök le se fosták, és hogy mert a lányom is emiatt döklött meg, jó, oké. Elfordul, utána mentem, és mondtam neki, hogy és te leszel a következő. Visszafordult. Hallották, rendőrök? Meg akar ölni! Most mondta! Én ilyet nem mondtam. Azt mondtam, hogy maga lesz a következő. Bele fog dögleni ebbe
a hülyeségbe. Na, úgyhogy megvolt a mi különbejáratú sósavas bácsink is, igen. Valaki mondta, hogy volt, amik a beszédek alatt valaki ellentüntető. Hát az annyira lehetett fontos, hogy meg hangos, hogy észre se vettem. De nekem se tűnt fel. Én se láttam, csak mint a valamelyik csoportban olvastam volna. Hát talán ez, akit a Tomi mondott nekem, hogy a cigizik, cigizik! Azt eldugta a gyerek, azt mondta nekem, mi az ott a kezedbe? Hát cigi, hát izé, hozé, jó mondom, de ez nem az a film. Kérdezzél aztán mondjad, hogy mi van. És erre utána kérdeztem, hogy és egyébként te kit képviselsz, hogy ilyen kérdéseket teszel nekem föl. Ó, magánszemélyként. Érdekes egy magánszemély. Vagy. Uh-huh. Tehát így három kérdésből kettő arra irányult, hogy ki szervezte, ki támogatja. Jó, oké. De egyébként teljesen, jaj, voltak ott aranyos bácsik, azt lefényképezett. Hát meg úgy mindenkik, tehát kis 80 éves statika, aki még délután valamikor odament a projektor elé, és akkor egy ilyen 20 percig úgy nézegette, tudod, cekker a kézbe, nézte, hallgatta, hogy mi van, aztán továbbáll. Tehát voltak ott azért olyan érdeklődő emberek, akiknek tényleg közük nem volt az egészhez, aztán mégis sikerült őket egy 5-10 percre így megállítani, hogy sokan leskelődtek egyébként a parlament ablakából. Igen, és a legnagyobb flash, azt tudod mi volt? Hogy nekik a dohányzó ott volt, ahol a színpadunk. Bizony. Az annyira érdekes volt, hogy mentek ezek, hogy hányan halnak bele ebbe, abba, amabba, és közben meg szívják, annyira kontrasztos volt. Teljesen véletlenül annyira belenyúltunk a tutiba azzal a helyjel, hogy a hihetetlen. Tehát ott volt a melegedő, ott volt az a bejárat, ahol kibejárkáltak napközben a képviselők, meg az emberek. A ránk nézett Orbánnak az irodája, az Orbánnak az ablakai, azok felénk néztek. Fogalmunk nincs, hogy ott volt-e, valószínűleg nem, de nem is ez a lényeg. Nem baj. A védett személy nem ott állt meg, tehát igen, az igen, sem igen. Gátolt minket, mert azért napközben láttuk, ott jöttek-mentek a konvojok, de hát nem ez volt a bejáratuk, úgyhogy tökre jó volt. Tökéletes volt az a hely. Egyszer volt az, hogy azok, akik bekerültek a tévébe, basszátok meg, azok a lilakendős egészségügyi alkalmazottak, hogy oda jött, hogy vegyük már lejjebb, mert ők most vonulnak el, és hát hogy izé, hát mondom, jó, ez egy bejelentett demonstráció, nekünk ilyen hangerünk van. De hát, hogy most, jó, oké, húzzuk lejjebb, akkor húzzuk, 10 perc, menjetek, és akkor jó, köszönjük szépen. Meg ott velünk szembe volt a szintén a 7404-nek a másik érintettje. A 7402, bocsánat, most megtanulhattam. Mi? Gyermekétkeztetés. Gyermekétkeztetés? Igen, igen, ez külön. Azért volt nekem fura, mert hogy ugye... Sokkal többet tudok a T-csillagokról, mint amennyit valaha is szerettem volna. Akkor volt erről beszéd, tudod, mikor benn voltunk, mert mi a végére, ennek a végére értünk oda a gyerekétkeztetésre. Igen, a Népjóléti Bizottságnál. Úgyhogy... Hát nagy atrocitás szerintem nem volt. Ezek a 10-20-as csoportok így mindig elbeszélgettünk, mi van, hogy van, volt, aki csak tényleg 5-10 percre, de eljött, hogy letegye a hamutartóját, a mécsesét. Volt, aki legörgött odáig 300 kilométert tényleg. Mátyás délelőttől kezdve húzta ott az igát mellettünk. Nagyon megható volt az a rengeteg törődés, amit kaptunk ott kint. Igen. És tegyük hozzá úgy, hogy Mátyássék másnap mentek Debrecenbe. Igen. Arról is majd ejtünk szót. De igen. Én azt mondom, nem tudtam összeszámolni, még nagyjából se, mert ugye pont nem láttam semmit, mondom, kéne egy svenket csinálni kamerával, és akkor utána így leszámolgatni, hogy na, nagyjából hányan voltunk. A rendőrök biztos van erre valami. Kuti, tehát ők hőkamerával is nézik ilyenkor a... Ja, mert az a legnagyobb volt, hogy nekünk, ahogy elkezdtük az egészet, az építkezés, meg minden szírszart, levonultak az építőbrigádoknak a teherautói, abba a pillanatban ráállt a tér sarkára seggel a mikrobusz, kamera a tetőn, egész végig villogott, és minket vettek. Hát ugye, ahogy demonstrációknál szokták rögzíteni ott az embereket. Úgyhogy szerintem minden oldalról meg vagyunk örökítve, Charlie. Igen. Az is, mikor elmentünk pössenteni.
Na, az se volt egy egyszerű történet. Nem, szerintem az tökre, ilyen szempontból kurva jó helyen voltunk, tényleg, ahogy Krisztián mondta, hogy... Tehát kultúrát volt, mert ott a büfébe ittam egy igazi kávét. Nem is tudom mennyi, talán 400 forintért. Ahelyett, hogy ittad volna a felvonuló kávét, amit hoztak nekünk? Ittam. Krisztián is ivott egyet, és úgy csinálta, hogy belerakott egy evőkanálnyi Nescafét. Kettőt. Kettőt? És utána mondja nekem, hogy most egy darabig nem iszok meg, Júri, köszönöm. Nem tudom, tehát nekem ez a Nescafé, ez a kávé megcsúfolása, de komolyan, tehát... Na jó, de tudod, mi van? Én nem kávézom. Ezzel is bajod van a Nescaféval. Én nem kávézom, de hát tudod, szükségtörvény bont, ha ilyen helyen vagy, ott nem barisztáskodszod, hogy ezért mit főzök, hogy őrlök, hogy pirítok. Ezt is meg kell, hogy köszönjük, mert tényleg életmentő volt ott nekünk akkor, akár csak a forró teja is, mert a termoszt leraktam a kőre, és 20 perc alatt kihűlt még a termoszban is a teja. Bezony. De az baromi jó volt. Úgyhogy tényleg, mintha otthon lettem volna, úgy kínálhattam az embereket, hogy és milyen teát szeretni? Milyen van? Hát ilyen, olyan, amolyan, ilyen gyümölcs, olyan gyümölcs, édeskével vagy cukorral, mivel szeretnéd? Jaj, és akkor valaki hozott túrórudit, azt én köszönöm, mert szerintem mindet én zabáltam föl. Az biztos, meg tényleg, de köcsög vagy. De köcsög vagyok. Meg az Adrien, aki megmentette pizza ügyileg a helyzetet, mert ő legalább 3 órára odaintézett egy pizzát. Tehát Charlie legalább annyit mondja, hogy meleg volt a 6 órás pizza, vagy nem? Vagy... Hát langyos volt, egy kolbászos, meg egy 4 sajtos. Aha, jó. Egy langyos, egy kolbászos, meg egy 4 sajtos. 4 sajtos, igen. Igen. Betonkeverővel kevert giroszos például. Viszont arra is nagyon jó volt egyébként a demonstráció, az egész napos hacacárézás odakint, hogy hazajöttem, megmérezkedtem, és 1 kiló lepottyant rólam, úgyhogy... Hát, az a lepottyanás az inkább szerintem csak a víz. Nem, mert inni ittam napközben. Azzal nem volt baj. Ma is megnéztem, nem jött vissza. Klafa volt. Krisztián, figyelj, hát mennyi? 1 millió 4, 1 millió 5 egy kiló. Hát megéri, nem? Hát nem. Hát így minden kilót ledob... csinálunk egyet. Azt fogyni fogunk, mint állat. És csak 15 óra a hidegben. És csak 15 óra a hidegben. Igen, néhányan mondták, hogy ú, de baszott hideg van. Hát tudom, mi már itt állunk 7 óta, úgyhogy... Ráadásul hazaértünk, aztán Kinga eresztett nekem egy orbitálisan szuper, ilyen fürdősós, forróvizes bulit, és akkor jöttem rá, hogy basszus, nekem rá kell szegeznem a tekintetemet itt a záróvitákra a parlamentbe. Ja, igen, az volt. Mire végeztem, kihűlt a fürdővizem, de hál' Istennek pont annyira meleget engedett Kinga, ahogy még teljesen élvezhető volt a végére. Igen, az hatalmas pihenés volt egyébként, hogy hazaértünk. Köszönöm innen is Andornak, aki segített hazacuccolni. Egyébként őt meg én vittem haza. De... Meg Mátyásnak is, hogy segített ott elpakolni. Bizony. Igen, milyen Mátyás volt? Mizsei Mátyás. Mert hogy ugye ezek a megmaradt cuccok, hogy mit tudom is én, a víz, a teaforraló, én egy nagy táskával mentem meg egy kameraállvánnyal, és visszafele meg sok-sok szatyorral, úgyhogy Andor is segített, Kinga is, Mujó is, bepakoltunk a kocsiba, és akkor mindenki ment, amerre tudott, és mire hazaértem, akkor folytatódott ez tovább, mentünk föl a csetre, szavazást néztük, értékeltük a helyzetet, ez most nagy szó volt, értékeltük a helyzetet, de igen, hát úgy, ami lecsapódott addig bennünk, és már azon beszéltünk, hogy hova tovább, keresgéltük a platformokat, hogy hol tudunk mindenféle doksikat, meg anyagokat összegyűjteni, úgyhogy nem szekte kedvünket semmi. Charlie, ez már a konspiráció része. Nehogy kiad magad. Nem igen. Szabad kiadnunk magunkat, mert mint kiderült, itt visszaolvastam, hogy kedvenc horvát ildikunk megint mit álmok futott, valaki biztos nyitva felejtette a ketrecét, mit álmok futott már megint a médiában. Tutira hallgatnak minket, mert most már megtanulta a látványtechnikai berendezések emlegetését, ugyanis ha jól emlékszem, remélem jól idézem,
fejből, valahogy úgy hangzott el, hogy a riporter kérdezte tőle, hogy de hát akkor mitől füstöl, ha nincsen benne nikotin? És erre megmondta, nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljes tekintettel a mi kedves Horváth Ildikónk, hogy mit is mondott füstgépek alkatrészeitől. Azt égetjük, füstgép alkatrészeket? De komolyan mondom, itt van. Most megtudtam, mert minap megnéztem a Korányit, ő nem csak úgy doktor, ő egy professzor doktor, tehát igazándiból valahol ott valaminek kéne, hogy legyen, lennél a fejében. És akárhányszor megnyilvánul, se füle, se farka egy egyszerű tőmondatot képtelen elmondani anélkül, hogy ne lenne benne valami elképesztő logikai bukfenc vagy összefüggéstelenség, hogy hogy hagyhatja a Korányi, hogy oda menjen és bárhol bármit mondjon. Krisztián! Lehet, hogy egy csomó mindenhez ért, tehát hogyha például, mit tudom is én, meg kéne műteni valamidet, akkor azt meg tudnád csinálni, de basz meg, tehát ez... De persze, de ezt én értem, de senkinek nem tűnik föl, még az ellenoldalról se tűnik föl, hogy hú, gyerekek, basszus, ez az Ildikó, ez hülyeségeket de beszél. De önmagában is gáz a nő, érted? Tehát ma néztem az RTL klubos fölvételét, tudod, így kipattannak azok a pingponglabda vizenyős szemei, az meg, a fésületlen haja így két oldalt, érted, mint egy ilyen szennyfolyam az arca két oldalán, és ezen a hisztérikus hangon elkezdi tolni a baromságait. Tehát nem. Azt úgy mondja, tudod, hogy tudták például, mi van benne? És akkor tudod, közben már folyamatosan így kerekedik ki a szemeim, már attól féltem úgy, hogy kiesik, bazd meg a gödrét. Komolyan mondom, műértő közönségnek mondom a következő mondatot, tehát az Alfonz Múznak a sikolya jutott az eszembe, mikor ránéztem, baszki. Brutális. Nekem meg az jutott eszembe, hogy hát nem tök mindegy, hogy milyen ember van ott, hogyha valaki azt mondja, hogy mondd el ezt és elmondja. Nekik az tök mindegy. Na mindegy. Nem, valószínűleg itt a címek számítanak valamit. Kellett egy tüdőgyógyász, ő már egyébként gondolom rég nem az, mint menedzserigazgató, tehát betegnek a közelében nem volt már vagy 10 éve. Meg ő... Dehogy nem, szokott együtt nyilatkozni a Benedával, meg a Demiénnel. Ja. Úgy igen. De a Beneda is, amit ma előadott a tévébe, ez a... De igen, tudni fogják, adunk nekik használati utasítást. Mihez te köcsög? Tehát, érted? Ezek még itt tartanak. Használati utasítása, nem tudom, a számítógéphez. Csak onnantól ez a van használati utasítás, mindenki érdekel. Jó, félre siklattam a beszélgetést, elnézést, most ezekről a előemberekről kezdtünk el beszélgetni. Szerintem mindenki mondja el egy pár mondatba, hogy milyen benyomásokkal jött el erről a találkozóról. Charlie. Oké, ez egy hatásvadász podcast lesz, és vállalom, jöjjön ide, hallgassa meg az összes kaki, aki nem volt ott, és aztán köpködjön, és majd én is megköpködöm őket, hogy de nem volt állott, úgyhogy kussolj. Szóval nagyon pró volt a megvalósítás. Tudtuk az elején, hogy ez lesz, hiszen nem véletlen áderesztünk végig a videókban, tehát senki benne nem keltettünk tévképzetet, és mi erre is gyűjtöttük, hogy az áderhez menjen a dolog. Szerintem rohadt jó volt a megvalósítás ahhoz képest, hogy ezt ha leszűkítjük a kört, 5-en csináltuk meg, 5 magánember, ezt ki tudtuk belőle hozni. Nagyon örülök annak a rengeteg pozitív visszajelzésnek, amit azóta kaptunk, hogy olyan emberek is jöttek oda, hogy képzeld, miattad tettem le a cigit, mert a te videód volt az első, amit megnéztem, hát annál jobbat nem tudsz elképzelni. Tehát az tényleg kurva jó volt. Mondtam, hogy nem miattam, magad miatt. És mégis oda jöttek a rohadt hideg ellenére, és ezek után nekem valaki, én tudom, hogy ki az, aki ott volt, meg aki nem volt ott, mert aki nem volt ott, és úgy elkezd fikázni,
az nem érzi át, hogy mi volt ott. Tök emelkedett hangulat volt, attól függetlenül, hogy beszéltünk-e vagy sem. Kurvára jó volt a hangulat. Aki ott volt, az nem azt nézte, hogy mit mondtál, mit rontottál el. Tudta, hogy azért ott mi már talpon voltunk 13-4 órája a fagyban, és nem a basszogatás ment ott senki részéről, és mindenki kereste, hogy tudna nekünk segíteni. Tehát ez rohadtul tetszett. Ami nem tetszett, az pont azok az emberek, akik nem jöttek el, és akik nem csináltak videót, és bárki bármit mondhat nekem, magyarázkodhat, hogy ilyen kapcsolatai vannak, meg olyan családi szálak kötődnek a mit tudom is én melyik érdekkörökhöz, kurvára leszarom, leszartam, le fogom szarni. Nem érdekel. Volt olyan ember videón, akinek több köze volt a mostani vezetéshez, mint neki, és mégse jött el. El se jött. Nem érdekel. Nem érdekel. Szóval az ilyen fotelforradalmárokról és azokról, akik egyébként ontják magukból az meg az értelmetlenebb review-kat mindenféle kazáról, meg a faszom tudja miről, de egy kurva videót nem tudtak bazd meg elküldeni, azokról is megvan a véleményem. És ennyi. És lehet engem köpködni, bírom srácok. De a szememben nullák vagytok. Ennyi. Részemről. És akkor most jöjjön valami lelkesítő beszéd valaki mástól. Hát én félig ismételni tudom magamat, nagyon-nagyon-nagyon megható volt az a kedvesség, ami kín volt, és végig az az érzésem volt, hogy baromi sok elektromos cigarettázó van Magyarországon, és én azt is megértem, hogyha valaki nem tud eljönni, mert nyilván tényleg vannak olyanok, akik tényleg nem tudnak eljönni, 100%-os jelenlétet nem tudunk produkálni, de ha minden e-cigi használó Magyarországon olyan lelkes, olyan lelkiismeretes, olyan odaadó lenne, mint azok, akik kilátogattak, akkor nem tartanánk ott, ahol most tartunk, mert a tisztelt egészségért felelős szakintézmények luditáit már valahova nem tudom, meddig űztük volna el. Nagyon-nagyon jó volt találkozni veletek, és én már tényleg nem tudtam mit mondani, amikor jött oda mindenki, és mondta, hogy köszöni a munkát, amit csinálunk, stb. Hogy már annyira kényelmetlenül kezdtem érezni magam, hogy már nem tudok mit mondani, hát nincs mit, hát szívesen, hát nem tudom. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és nagyon jó hangulatú volt, ahogy Charlie is fölvázolta igazándiból este 3:45-ig, majdnem 6-ig, egy ilyen mega e-cigi találkozó hangulata volt az egésznek, csak hát ugye az emberek többsége ott a metró szellőző fölött koncentrálódott, hogy azért ne legyen jégszobor belőle, mire elkezdődik az esemény fénypontja. Nagyon köszönöm mindenkinek, nagyon-nagyon klasszak voltatok. És természetesen, ahogy Charlie is mondta, nem vártunk mást a szavazás eredményét illetően, és eddig is nyilvánvaló volt, hogy fogjuk tovább tolni az egészet addig, amíg lehet, de így, hogy találkozhatunk veletek, az még annyi boostot adott itt a boostot és energiát adott az ügy mögé, hogy ha nem is örömmel, mert az hülyén hangzana, hogy örömmel állok elébe annak, ami ránk vár, mert hát a francnak hiányzik ez a rengeteg őrület, amit itt zúdítanak a nyakunkba, de hogy elszántan és energiával teli állok elébe, hogy mi jön még itt. Befejezted? Igen. Most te jössz, Fifika. Ó, köszönöm szépen. Vagy megy a vonatod? Rövid átkötést. Hú, nekem is ilyen ambivalens érzéseim voltak, mint Charlie-nak, hogy basszus, honnan eljöttek, de tényleg, és hogy volt, aki 200 kilométert utazott azért, csak hogy délelőtt el tudja hozni személyesen a hamutálat, kezet tudjon velünk fogni, ki tudja tenni, meg tudja nézni, és aztán ment tovább. Volt, aki munkából jött, és amikor vége volt, munkába ment tovább. Szóval nagyon-nagyon fölemelő volt az, hogy emberek mit meg tudnak tenni azért, hogy hozzátegyenek ehhez az eseményhez. Ugyanakkor Charlie-ra én egy picit haragudtam, amikor elkezdett ott
mindenfelé trollkodni, hogy hol vannak már videók, hol vannak már, majd jönnek, nyugi már. De aztán kurvára nem jöttek, és így végigpörgettem magamba, hogy amikor az első videókat csináltam, azóta kik azok, akiknek mondjuk így a videóiba belebotlok itt-ottam ott, és így elkezdtem számolgatni, hogy csak mondjuk olyan reviewer, aki nem egy, nem kettő, nem három videót csinált, és tudjuk, hogy még elcigarettázik, stb., hogy az meg sem ukkant ebbe a történetbe. A csoportokba gőzt eregető videókról nem is beszélek, mert azt én nem tudom hova sorolni ezt a kategóriát, hogy a Kleton Dual Hexa Octaéder, nem tudom én mi, és akkor tudod, lenyomod a gombot, azt már ilyen atomrobbanása kazán tetején, és ez kurva jó. Tehát, hogyha valaki egy ilyen videót meg tud csinálni, akkor tud beszélni. Na, akkor jött a másik kifogás, hogy de hát ő nem tud beszélni, bazd meg, akkor iratozt föl, ugye erre is volt példa, hogy zene meg fölirat, de akkor is, tehát a gondolataidat valamilyen módon ki tudod fejezni. Szóval a végére már én is ideges lettem, hogy csak ennyi videó gyűlt össze. Viszont ugye én legalább háromszor vagy négyszer láttam ott napközben, köztük saját magamat is. Zseniális volt egy-két videó, tehát én nagyon sok ötletet kaptam egyébként a videókból is. Meg ugye én készültem egy meglepetéssel, a kis tiltakozó likvidet osztogattam, és hát ezért aztán oda kellett mennem minden egyes emberhez, köszönteni, kezébe nyomni, megkérdezni, ugye Charlie mondta, hogy ne adjál neki csak, hogyha osztok, ha utálom. Hát abból kiindulva, bocsáss meg, hogy közbevágtam, ami az Emmis demonstrációnál volt, tudod, a pólóosztásnál. Ja, igen, a pólóosztásból kiindulva. És nagyon-nagyon sokan, tényleg csak egy pár mondatban ott elmondták, hogy fú, de jó, hogy itt lehetnek, meg hú, hát erre nem is számoltak, meg nem tudom, és utána nagyon jó volt látni a Facebook oldalakon mindenhol, ahogy megköszönték. Aztán persze kaptam privátba üzenetet, hogy én ezt nem is tudom, mit csináltam, várjál. Promóciót osztogattam, és akkor visszaírtam neki, hogy hát öreg, ezt elbasztad egyrészt, mert az 50-es podcastre is csináltam, hogyha emlékszünk rá, ugye akkor volt a sorszámozott Shakespeare, és hát ez meg tényleg az utolsó előtti pillanatban jutott eszembe, úgyhogy ma reggel csináltam meg a gyártási jegyzőkönyvet róla, mert még arra sem volt időm, hogy megírjam a gyártást, ugye, mert az anyagot ki kellett vennem a könyvelésből hozzá. De tényleg olyan fölemelő volt az egész. Aztán ez a rohanás a végén, és amikor a vonaton ültem, így akkor pörögött le bennem, hogy mi is volt egész nap, meg kikkel találkoztam. Ott volt a Szeder Péter, akivel én nagyon sokat szoktam, és ugye most benne van ebbe a vizsgálatba is, amiről majd azért gondolom ejtünk egy pár szót. Tehát, hogy a Szeder Péternek a profilképe az egy kisgyerek. Érted? És egy fél órája beszéltem vele, mire lezuhogott, hogy hát ez a Szeder Péter, aki egyébként egy kisgyerek. Tehát nagyon érdekes. Ő az a Szeder Péter, bocsánat, hogy közbeszóltam, aki mindig rám ír, hogy mikorra várható az adás, mert akkor addig fönnmarad, letölti, és akkor utána azzal alszik el. Igen, csak tudod, érted, hogy az ember, meg a profilképe így nem volt fedésben, ezt utána árulta el, hogy ha jobban megnézem a profilképet, az új rajta van. Igen, igen, igen. A profilképen. Csak tudod, de nekem ez így bevésődött. A Szeder Péter az egy kisgyerek. Mondjuk mi a fenét keres akkor egy ilyen e-cigarettás közösségbe, ezt így végig se gondoltam, csak a piros pólós kisgyerek az a Szeder Péter. És mondom, hogy fél órája beszélgettem már vele, mire rájöttem, hogy basszus, hát ez a piros pólós kisgyerek Szeder Péter. Na mindegy. Jó volt,
szerintem nekünk is annyit adott ez az esemény, amennyit nektek, illetve nem is az esemény adott nekünk sokat, hanem ti, akik ott voltatok, eljöttetek, és tényleg tettetek azért, hogy ez sikeres legyen. És ami nekem a Krisztiánhoz akarok ezzel csatlakozni, ami nekem nagy tanulság volt, hogy valahol a politikusokba vetett hitem az elveszett az utóbbi években. De hogy ezt a két embert így egy picit jobban megismertük a bizottsági meghallgatások kapcsán, és a felszólalásaik a parlamentben, és hogy most egy színpadon voltunk vele, én azt éreztem magamon, hogy ez az elveszett bizalom, ez megkerült egy picit nekem legalábbis, aztán majd látjuk, hogy hogyan lesz tovább. Meg hogy tudtunk velük magánemberként is beszélni ezekről a témákról, és elmondták, hogy milyen őrületes akármik mennek. És tudod, hogy így, ha végig gondolod, hogy egy Jobbik és egy MSZP a mi ügyünk miatt egy oldalra tudott kerülni egyetértésben, az nem tudom, hogy hány ilyen politikai akció, vagy nem politikai, mert ugye ez nem politikai akció, de hány ilyen ügy lehet még az országban, ami egy oldalra tudja őket állítani, amilyenken kívül. Tehát ez nekem mindenféleképpen remény. Nagy élmény volt. Amúgy. És hogy Anita milyen keményen bírta? Anita az egy, innen is üzenem neki, bár biztos nem hallgatja a podcastet, de egy iszonyúan belevaló csaj, tehát nagyon, nagyon jól bírta a gyűrűdést gyakorlatilag. Azt azért bocsánat. Amennyire ilyen kis szendének, meg ilyen halkszavúnak néz ki egyébként, azért ő egészen komolyan oda mondogat, hogyha arról van szó. Mondhatod, Kár. Azt akartam mondani, bocsánat, hogy közben vágtam, hogy amit mondtam az elején, hogy mert akik nem csináltak videót, meg akik nem jöttek el, tehát értem én azokat, akik nem tudtak, mert dolgoztak, vagy bármi más miatt, mert nem engedte a beosztásuk, de amíg eljön az Eugén egy karral leszervezi magának innen fuvart, is óriási respekt neki. Vagy akkor eljön az a srác, ugye, akit te is említettél, aki nekünk segített pakolni, aztán másnap meg megy Debrecenbe, és na, hát ők meg tudták oldani, aki meg nem, az persze szerezze majd be okosba valahonnan, ha meg nem tudja, akkor ne szerezze be sehonnan, és szokjon vissza a cigire, csak panaszkodni ne panaszkodjon senki. Mert ez olyan, mint a szavazás egyébként. Elmentél szavazni? El. Akkor jogosan nyitott ki a szádat. Egyébként meg... Igen, én azt annak idején, amikor a parlamenti demokrácia ugye elkezdődött, én akkor keveredtem valakivel vitába, és mondtam, hogy nem értem. Tehát mi az, hogy én oda küldök egy képviselőt, érted? Megválasztjuk, oda megy, és ő tartózkodik. Hát a büdös apád, hát legyen már véleményed. Hát vagy igen, vagy nem. Érted? De egy tartózkodás az mi? Tehát az nem vélemény. Én néztem a mait egyébként, illetve kijött ma ugye a ki mire szavazott statisztika, és ott az volt, hogy nemmel szavazott 5 független képviselő, a komplett Fidesz-KDNP gépezet természetesen igennel szavazott. Igennel szavazott a teljes Jobbik, kivéve Szávai Istvánt, aki tartózkodott, és a teljes MSZP szintén tartózkodott. Úgyhogy szerintem ez a tartózkodás ebben az esetben az annak a jelzése volt,
hogy nem értenek egyet vele, meg egyet is értenek vele, mert ugye ezt a fajta aljasságot, hogy fognak alapvetően egy marék pozitív dolgot, mint az, például az egészségügyben dolgozók béremelését, és egy ilyen salátatörvénybe mellé raknak egy csomó minden, többek között a rendkívül negatív elektromos cigaretta szabályozást, hogy erre magára a csomagra jó szívvel nem tudod azt mondani, hogy nem, mert olyan dolog is van benne, ami jó és fontos, de megszavazni sem tudod, mert tehát nyilván a Jobbik igene az a saláta törvény. Igen, ahogy ezt meg is írták. Szó. Igen. Az egy darab nem volt az, amivel kifejezték, és az is ugye szimbolikus, hogy a Szávai nem szavazta meg, aki elektromos cigaretta használva, abban mindenki érthette amúgy, hogy tehát én olvastam ilyet, hogy ez nem volt polkorrekt a részükről. Ugye önmagában azt láthatjuk, hogy semmit nem jelentett volna, hogyha nemmel szavaznak. Bezony. Így van. Tehát, viszont nem fogják nekik még 3 évig az óruk alá dörgölni, hogy nem szavazták meg az egészségügyi dolgozók bérét. Igen. Tehát itt azért a politikai szintéren egy icipicit más játszmák mennek. Azt is ugye el kell mondanunk, hogy a Jobbik és az MSZP is továbbra is támogatja az e-cigaretta használókat, illetve a Metiszt és a Villanypára Egyesületet, és hogy a következő lépésekben is ott lesznek a segítségünkre. És ami nagyon fontos, hogy még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy nem politikai szándék van ezek mögött, a dolgok mögött. Egyszerűen szakmailag tudják, hogy ez úgy fasság, úgyis rajtunk van a 18-as karika, ahogy van. Mint ahogy egyébként tudomásunkra jutott, hogy ugyanezt a Zombor Gábor is 4 szem közt megmondta. Amúgy. Tehát Fideszen belül is érzik, csak nem tudom, ki az, aki bábozik itt a szálakkal a háttérben. Igen, tipegetni kell. Hát ez egy mocskos dolog a politika. Igen, a 3 helyes megfejtő között jövő héten kisorsoljuk a maradék 6 órási pizzát. Na, és akkor szerintem ennyi hálálkodás, és ja, hogy ez még ráadásul ugye, hogy még aljasabbak legyünk, ezt azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek, aki ott volt, az egy sikerélményt adott. Tehát én legalábbis nagyon jó érzésekkel jöttem el onnan. Tényleg ez egy jól sikerült tiltakozás volt. És azoknak meg, akik azt mondják, hogy ennek már semmi értelme, azoknak Mujó fog válaszolni. Kiknek fogok mit válaszolni? Hát azoknak, akik azt mondják, hogy ennek már semmi értelme lenne. Hogy ne lenne ennek értelme, vagy hogy ne lett volna ennek értelme? Hát egyrészt, mint Charlie is elmondta, ugye ez alapvetően Áder János köztársasági elnök úrnak szólt, mert már készültünk rá, hogy úgyis megszavazzák. És a videók is neki készültek, úgyhogy ez szépen megy tovább ez az egész dolog, és ez egy nagyon fontos momentum volt, tehát hogyha ezt nem csináljuk meg, amit most hétfőn megcsináltunk, akkor ezt életünk végéig dörgölhetik az órunk alá, hogy ott volt, hát nem is tiltakoztatok, nem csináltatok semmit, amit egyébként ezen kívül is pont eleget csináltunk, pont elegen, de hogy ez így kellett azért, ez így kellett. Én azt gondolom egyébként, sok boltossal beszélgettem ott kint, hogy ez egyszerűen szerintem erkölcsi szükségletünk volt, hogy ez így meglegyen. Mindenféleképpen. Nyilván mindenki tudja, hogy ez egy történelmi szakasznak a végét jelenti az e-cigaretta magyarországi történetében, és innen kezdődik egy új szakasz, illetve innen kezdődik egy átvezető szakasz, aztán majd jön egy még újabb szakasz, de én nagyon bízom benne, hogy egy pár év múlva erről, mint egy ilyen rossz álomról fogunk majd beszélgetni,
és akkor már Ildikó is azt fogja mondani, hogy ez egy iszonyatosan jó dolog. De hát addig még nő, föl kell nőni a feladat. Igen, bocsánat, azon bambultam el itt az előbb, és kérdeztem vissza, hogy kire mondok mit, mert hogy most olvastam a Facebookon, hogy a népjóléti, nem a népjóléti, hanem a mi a fene, sok a szöveg, megküldték Brüsszelbe a kis levelüket, hogy akkor ilyen és ilyen okokból ilyen és ilyen jogszabályokat hozunk. Föl is olvashatom, ha gondoljátok. Magyarországon rosszabbak a dohányzási szokásokra, gyakoriságra vonatkozó adatok, mint az Európai Unió legtöbb országában, amely indokolta teszi, hogy Magyarországon egészségvédelmi indokok alapján, milyen szóismétlés ez, ki írja ezeket, ezek teljesen balfaszok, indokok alapján, Együtt előgondolkodnak, biztos. Előgondolkodnak. Egészségvédelmi indokok alapján további szigorító intézkedések kerüljenek bevezetésre a dohányzás és az egyéb dohányzás utánzását célzó eszközök használatából eredő nikotinfüggőség visszaszorítása érdekében, mint hogyha valaha is a dohányzás visszaszorítása valaha is a nikotinfüggőségről szólt volna, mocskos állatok. Blablabla, úgyhogy ezt most megküldték, és itt érkezett is egy komment, hogy akár az Egyesületnek is állhatna levelezgetni az Európai Bizottsággal, és ezzel egyet tudok érteni, úgyhogy ezen is tartsuk majd rajta a szemünket. Ez most ilyen breaking. Breaking news. Írhatnánk egy szerelmes levelet a bizottságnak, föltárva benne, hogy hány hatósági vizsgálat van jelenleg folyamatban az egész jogszabály miatti. Herce-húrca miatt, meg ilyenek. Elnézést, igen, az intermezzóért elnézést. Erre kalandozott el a tekintetem az imént. Nekem eszembe jutott még valami visszafűzve kicsit a demonstrációra, és ami utána jött ugye a szavazással kapcsolatban. Készítettem én az egyik boltossal egy riportot. Azt hallgassuk meg szerintem, jó? Jó. Sziasztok, ebben a külön blogban van egy betelefonáló, akivel elbeszélgetünk kicsit a helyzetről, hogy most mi van és hogyan tovább részéről. Mutatkozz be, legyél szíves! Szerbusztok, Csík Zoltán vagyok, e-cigaretta felhasználó és elektromos cigaretta szaküzlet tulajdonos. Remek, mondhatnám, hogyha nem 16-a lenne, és tegnap nem történt volna meg az a szavazás, ami megtörtént végül is. Kint voltál a demonstráción egyébként? Persze, még pacsisztunk és gratuláltam ahhoz, vagy megköszöntem azt, amit tesztek értünk boltosokért és felhasználókért. Ezt sokan mondták, és fájt a kezem már a végére, de higgyétek el, hogy nem azt mondom, hogy teljesen fölösleges, mert nagyon jól esett, de hát nem azért álltunk ki oda, hogy bárki bármit is megköszönjön nekünk, hát, tettük, amit kellett. Igen, nem is ezért köszöntem meg, hanem úgy éreztem, hogy meg kell, hogy köszönjem. Magunkért tulajdonképpen. Itt is köszönjük szépen akkor az összes szervező nevében, vagy köszönöm én a nevükben. Mi a véleményed egyébként a megmozdulásról? Hát őszintén, persze, hogy csak őszintén. Úgy. Megmondom őszintén, hogy ez a 200-300 ember, aki kint volt, ez szerintem síralmas. Mindazt figyelembe véve tényleg ugye csak a Facebookot tudom felhozni példának, hogy több ezer fős csoportok vannak, ahol olyan észosztás megy, itt már most már 3 napja, vannak, akik most csodálkoznak rá, hogy úristen, hát itt nem jó felé haladnak a dolgok, mintha eddig nem is tudom, háttal ültek volna lovon, vagy szóval nem értem. És ehhez képest meg ugye tényleg, aki kint volt, kemény mag tulajdonképpen. Azt mondom, hogy a felhasználókat nem ismerek, de egy csomó boltossal és a boltosoknak az eladóival, meg a idézőjelbe csúnya szóval a slepjével találkoztam kint, ami szerintem, tehát most úgy tűnik, mintha csak rólunk szólna, a boltosokról az egész, de nem rólunk szól, hanem az egész Weber társadalomról, vagy ról. Én ezt gondolom. Igen. A rendezvény az nagyon profi volt, tehát ez a ledfal, meg a hangosítás, meg ilyenek tényleg nagyon nagy fiús volt, csak kevés volt a másik oldal, uh-huh, szerintem. Egyébként milyen fura, hogy most tudtam föltenni, mert valami miatt elromlott a feltöltés közben itt a hangja a videónak, és újból föl kellett töltenem magát a beszédeket. Az most került ki, és már jött is az első komment, olvasnám neked, kíváncsi vagyok az első reakciódra. Akkor ez most azt jelenti, hogy nem lesz e-cigi szaküzlet?
Erre szoktam mondani, hogy jó reggelt kívánok, fölébredtél, kedves barátom? Tehát eddig hol voltál? Igen, mondom, ezt látom én is a Facebookon szinte a rendezvény óta folyamatosan, hogy már igazából be sincs kedvem kapcsolni, mert mondom, olyan szintű észosztás megy emberektől, hogy ó, ő neki mit számít, csak aksi legyen, meg likvid, és akkor mindent megoldunk majd okosban, meg ilyenek. Amiről beszéltünk ugye előtte is, hogy még mindenki azt hiszi, hogy majd itt mindenféle kánál lesz, meg külföldről bármit ugyanúgy meg lehet rendelni, mint eddig. Igen. És mi a gondolatod a közel és távoli jövőről? Már úgy, mint kereskedő. Hát, megmondom őszintén, hogy tehát tényleg, ahogy írtam is hozzászólásomba, hogy nagyjából egy másfél éve foglalkozom elektromos cigarettával, és durván 2 éve nem gyújtottam rá, tehát elég kicsi az átfedés, de itt az elmúlt másfél évben én hát ilyen mai szóval élve ninja utamnak éreztem azt, hogy minél több emberrel elhitessem azt, amit én is tapasztaltam magamról, hogy ez milyen változás hoz az életedbe, akár spor lesz szempontjából, akár abból a szempontból, ugye, hogy az egészségünknek előnyére várhat ez a dolog. Aztán a jövő, hogy mit hoz, nem tudom, én igazából ilyen dolgokon katagok fel úgy néha, hogy elképzelek magam előtt egy trafikot jövő nyáron, ahová bemegy egy ember egy elektromos cigarettát megvásárolni, amit feltöltenek neki, és nem próbálhatja ki a boltba, ugyanis zárt helyiségben nem lehet dohányozni. Tehát ez egy nonsens dolog, ezt egyszerűen nem tudom hová tenni. Nem tudom hová tenni azt, hogy milyen jogon tiporják sárba az embereknek a jogait. Tehát ugye, mert hogy azt mondják, hogy jogállamba élünk, de hát szerintem ez nem az. Tehát ott, ahol egy nem dohányzó embert, aki leszokott a cigiről, visszaterelik egy dohányos helyiségbe, szóval erre én nem találok szavakat. És ezt csak magamról, vagy most saját tapasztalatból is mondom, ugye, hogy 30 év dohányzással a hátam mögött a ciginek a szagát sem bírom. Tehát egy cigit nem tudnék elszívni, nem ugye egy olyan helyiségbe dobzolni több ember társammal, akik ott bagóznak. Szóval ezt nem... A kereskedelmi részét egyszerűen nem tudom. Tehát nekem nincs lehetőségem arra, hogy az árumat kivigyem külföldre, és majd ott megpróbáljam esetleg eladni. Ám bár gondolkodtam ezen is már, hogy ha nem tudok megszabadulni az árukészletemtől, akkor mi lenne, ha esetleg megpróbálkoznék mondjuk kimenni Szlovákiába egy hétvégi piacra, és ott megpróbálni értékesíteni ezt, ameddig még ugye ez ott kint nincsen tiltva. Uh-huh. Tanástalan vagyok, tehát nem tudom, féltem a családomat, féltem azt, hogy nem tudom kivenni a pénzemet ebből az egész üzletágból, úgymond féltem magam attól, vagy magunkat attól, hogy ha ki is tudom venni, mit csinálok, lesz egy maradék készpénzem, és tehát hogyan tovább? És úgy igazából ebbe látom a nagy bizbaszt, hogy nem tudom, hogy mi lesz utána. Igen, és ráadásul úgy, hogy én már láttam olyan kommenteket, hogy húj de jó, mert majd jövő májusban micsoda akciók lesznek. Tőlem már most kérdezték, hogy akkor lesz most valami akció majd, hogy izé van. Te mondom, hallod? Mi van veled? Tehát már, igen, már. De ezek azok, akik megoldják majd okosban, meg tutiban, majd ők megszerzik, meg kérdezték, hogy de ugye majd lesz főnök azért pult alul, meg élnek. Mondom, gyerekek, miről beszélt? Hát de nem lesz pult se. Hát de ez az, hogy pult se lesz, igen, tehát nem, meg hát ez a pult alul dolog, ez nem, tehát ez itt pont elég volt. Itt, amikor ugye voltak ezek a nikotinos mizériák, meg ilyenek, tehát ilyeneket nem, az ember megint csak ugyanott tartana, mint most, hogy megint a családodat nem tudod azzal kockára tenni, szia, hogy pult alól kezdesz el bohóckodni apró pénzért. Tehát, szóval ezt nem tudom, nem látom egyszerűen, nem látom a megoldás jelen pillanatban. Uh-huh. És vagy, hogy van a távolabbi jövő, tehát akkor te úgy látod most, hogy te májusban a rolót lehúzod, és utána hova tovább? Teljesen más bizniszbe kezdesz, és lesz, ahogy lesz. Megmondom őszintén, hogy nekem azért idézőjelben van egy másik vállalkozásom, én egy díszált kereskedést üzemeltetek. Akkor azt hallottam, hogy ott csipog. Igen, de az a baj ezzel, hogy tehát pont a kettő együtt egészíti ki egymást. Tehát ez a tipikus két lábon állás. Tehát a kettőből így áll van az ember, de az egyik lábát levágják, már ilyen hasonlattal éljek, akkor ott azért sántítani kezd az egész dolog, mind költségvetésileg, mind működésileg. Ugye itt hála ezeknek a pénztárgépes csodáknak, meg ilyesmiknek, nagyon nem is tudsz ide-oda ugrálni, meg új vállalkozást, mert olyan beugró költséggel kell nyitnod, úgyhogy még áruban nem is fektettél pénzt, hogy
igazából ez megint csak egy viszonylag kilátástalan helyzet. Úgyhogy nem tudom, megmondom őszintén, jelen pillanatban fogalmam nincs arról, hogyha beüt a krak, akkor mi lesz a következő lépés. Azt nem tudom, ha esetleg erre céloszál a kérdéssel, hogy az LCG-be látok-e fantáziát. Tehát nem tudom, hogy gondolkoztam különben azon is, hogy esetleg trafik nyitási dolog, de például ugye itt is nem akarnék dohányterméket árulni, már igazi dohányterméket, amiben valóban dohány van ellentétben az elektromos cigarettával. Nem tudom, hogy erre például volna esetleg mód. Például. De itt is, hogyha ugye 2017 májusától meg lehúzzák a jelenleg árulható készülékeket a listáról, és csak az eldobható szettek lesznek, akkor abba sem lesz biznisz, tehát igazából abban meg nem is lesz érdemes akkor belenyúlni szerintem e-cigi üzlet néven. Tehát ez így működik, ez így fejlődik, és iszonyatosan fejlődik, csak tényleg a saját két évemmel a hátam mögött is brutális, hogy milyen technikai dolgok jelentek meg. Brutális az, hogy ez egyáltalán nem lesz fenntartható ezzel a fél éves bejelentési kötelezettséggel, amikor fél év alatt 3-4 generáció jelenik meg egy típusból. Szóval nem tudom. Itt most ez úgy néz ki, mint amit én már mondok is itt a vevőimnek is, meg a baráti körbe is, hogy ez kb. Rosszabb, mint a boszorkány égetés volt annak idején. Mert tényleg lassan ma ott tartunk, hogy inkább dohányozzál, mert az kevésbé káros, mintha elcigiznél. Mondják ezt most. Aztán lehet, hogy meg fog jelenni egy titkos vagy titokzatos orvosi vizsgálat eredménye, ami meg majd azt fogja mondani egy év múlva, hogy hó, gyerekek, hát rosszul olvastuk eddig, hát ez a legjobb dolog a világon, és akkor meg majd ott lesz a kezükben már a dolog. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, jelenleg én ezt látom. Jogorvoslati lehetőségeket látsz egyébként még a helyzetben? Úgy, mint mondjuk Mecisz, vagy úgy, mint Boltos? Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy mint elbukott lakáshiteles, én ezekben nem bízok. Tehát mindenféle ügyvédekhez ment, ígért mindegyik fűt, fát, hogy fú, így rossz a szerződésed, úgy rossz a szerződésed, de mégsem történt semmi, tehát mégis a bankkal kellett a legeslegvégén egyezkedni. Én nem tudom, hogy ez ugye most megalakult ez a szövetség, de nem tudom, hogy bárkit is érdekele ez. Magyar viszonylatban lehet, hogy az Európai Unión belül érdemes lenne esetleg keresni, vagy lenne keresni valónk ez ügybe, de megmondom őszintén, hogy nincsenek tartalékok. Tehát azért én azt látom, ugye nem látok bele más boltos zsebébe, azért én azt látom, hogy olyan hatalmas nagy tartalékok nincsenek felhalmozva sehol. És így szerintem, tehát nincs, nem tudom, mi lenne az intervallum, amit mondjuk ki lehet blikkelni. Ugyanis most gondolj bele, hogy fogom ezt az árukészletemet, elteszem, hogy jó, akkor elteszem, hát ha két év múlva lehet megint csinálni. Akkor még csak a lehetősége sincs meg annak, hogy esetleg belefogjak valami másba. És lehet, hogy pont semmi nem fog történni két év múlva se. Uh-huh. Tehát jó ez, amiről beszéltünk ott a gyűlésen is, vagy ezen a tiltakozáson, hogy hú, srácok, tartsunk ki, meg ilyenek. Aha, igen, de meddig? Tehát mit tudsz, vagy miben tudsz kitartani? Érted? Tehát ahhoz, hogy ez túl tud élni, ahhoz az kéne, hogy tényleg álljon a pénz. Nem azt mondom, hogy hegyekbe, de most azért ki az, akinek mit tudom, mint a két évet ki tud úgy blikkelni, hogy nincsen bevétele, csak kiadások vannak. Igen. Mindenféleképp azt gondolom, hogy lépned kell ahhoz, hogy egyről kettőre jussál, vagy nem is egyről kettőre, máról a holnapra, te meg a családod. Uh-huh. Én ezt gondolom jelen pillanatban. Tehát én elég borúsan látom, hogy eddig úgy voltam, eddig a gyűlésig, vagy tiltakozásig, mindig gyűlést mondok, mindegy, hogy hát csak nem, hát tényleg azért ott a politikusok is azért tényleg ugyanazt mondták, mint amit mi. De ez az érdekes különben, hogy a 10 éves kisfiam is, tehát itt amikor beszélgetek a vevőkkel, és simán közbeszól, hogy apa, hát akkor mehetne a trafikba a higító is, meg ilyenek, mert azt megiszom, attól is meghalok. Tehát egy 10 éves gyerek is látja azt, amiről szó van. És ez tehát nem tudom, ez síralmas szerintem, hogy ilyen mondva csinált indokokkal próbálnak minket eltiporni. Holott ugye pont a múltkor láttam a YouTube-on egy videót egy franciaországi trafikból, és ott a francia trafikos megmondta kerekperec, hogy ők azért dolgoznak, mert az elektromos cigarettája a jövő, és ők ezt meg akarják ezt az iparágat szerezni maguknak. Mondta ezt ott egy trafikos.
Tehát nem beszélt mellé, nem mondta azt, hogy hú, ez ilyen halálos, meg ilyenek. Amikor a riporter rákérdezett állnak konkrétan, hogy na de hát most ezt azt hallottak, hogy veszélyes, meg ilyenek, és akkor mondta a trafikos csávó, hogy pont annyira veszélyes, mint az arzénnal mérgezett tengeri halak, ugyanis azzal fogják őket, azzal butítják meg őket, hogy meg lehessen fogni, meg a különböző vegykezelt növények mondjuk a Tesco-nak a polcain. Na, tehát most ott ezt oda merték mondani az arcukba az embereknek. Nálunk meg megy itt a hablaty, hogy hú, ha mer, ha megissza, meg ha kiömlik, meg ajzé, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát csak a mellébeszélés, én azt látom az egészben, hogy mindegy, mint amit nektek is mondtak bent az országházban, amikor bent voltatok, hogy nyugodjon bele, úgyis ez lesz. Na, tehát ez a megoldás, mindegy, mit mondanak, ez van, az kész, azt oszd be magadnak. És? Na, hú. Igen, figyelek. Mintha menne föl a vérnyomásod. Hát, kicsit úgy, jött egy hívásom, de leraktam. Nem, úgy bosszant, tehát pont az előbb írtam ki, nem az előbb, egy órá írtam ki a Facebookra nagyjából hasonlót így tömörebb verzióban, egyszerűen kijött belőlem, hogy nem csináljuk már, hát most tényleg miért kell az embert állandóan hülyének nézni? És az elkövetkezendő időszaknak a lehetséges lépéseivel kapcsolatban mi a meglátásod? Tehát, hogyha mondjuk amit ugye föl is vettünk, és mi már ezt valahol zsigerből éreztük, hogy ez itt át fog menni, és ezért címeztük pont Ádernek a beszédeket. Ott szerinted mi lesz? Megmondom őszintén, hogy tehát azért még egy halványan bízok ebbe, hogy hát, ha tényleg meglátja az, hogy jönnek a levelek, de az a baj ezzel is szerintem, hogy ugye volt egy petíció, amit aláírtunk 7500-an, ez nem egy jelentős, tehát így kimondva fú de jó, hogy ennyien egymás mellé álltunk, de mégis kevés, tehát egy 10 milliós országban 7000, tehát még 10000 fő sincs, szerintem kevés. A másik, amit gondolok a köztársasági elnök hovatartozásáról, hogy ez tulajdonképpen egy hatalmon lévő kormány jelölte ki őt köztársasági elnöknek. Létezik olyan, hogy ellentmond annak, ahonnan idézőjelben a fizetését kapja. Most lehet, hogy nem jól látom, mert nem politizálok amúgy, csak én ezt gondolom, hogy tehát van ilyen, lehet ilyen szerencsénk, hogy ellentmond annak a kormánynak, aki miatt ő idézőjelben ott van azon a poszton, ahol van. Jó lenne, ha... Mondjad? Igen. Ja, hogy jó lenne, ha így lenne, hogy a sarkára... Bocsánat. Tehát jó lenne, hogyha így lenne, hogy a sarkára állna, hogy na de fiúk, hát ne csináljuk már, hát legalább tényleg hallgassuk meg a másik oldalt, hogy mit mondanak. Mert ugye úgy lett beadva ez a törvénymódosító javaslat, hogy egyeztetünk a érdekképviseltekkel, meg így, meg úgy, meg amúgy, hát kivel? Hát meg nem mertet titeket hallgatni, nehogy kiderüljön, hogy hamis az, amit ők állítanak. Igen. Úgyhogy én nem tudom. Tehát én még azért mindig bízom benne, hogy hát, ha tényleg megszakad, nem megszakad, hanem hát, ha megesik rajtunk a szíve, és tényleg képes lenne úgy, mint annak idején a taxis blokádnál. Gyerekek, üljenek le üljenek le, és mutassa meg. Tehát mit asztalra? Sőt, én most erről a tiltakozó összejövetelről hazafelé azt mondtam a cimborámnak, aki vevőm is különben, azt mondtam, hogy ezt úgy kéne csinálni, mint Amerikában de szépen serceg a cuccod. Tehát ez úgy kell csinálni, mint Amerikában az esküdszék, hogy oda tenni az egyik asztalra az egyik mappát, a másik asztalra a mi mappánkat, hogy gyerekek lehet akkor felolvasni, és itt van rá a cáfolat. És akkor döntse el úgymond egy ilyen bizottság, hogy na most akkor mi van. Mert így, hogy te tényleg meg se hallgatnak, nem kíváncsiak semmire, mert ők azt mondták, hogy ez így van, és akkor ez így van tényleg. Hát most ez milyen dolog? Tehát a demokrácia szerintem nem ezt akarja. Legalábbis az én olvasatomban nem ezt akarja. Jó, hát én köszönöm szépen, hogy elmondtad te is a meglátásaidat, az észrevételeidet, és tényleg bízunk akkor a legjobbakban, várjuk a fejleményeket Áder úr részéről, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, vagy egyáltalán van-e értelme annak, hogy megfeszüljön itt sok-sok ember napokat, órákat nem kímélve és feláldozva. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon így, szépen így. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Én meg köszönöm, hogy elmondhattam a véleményemet. Szia! Sziasztok! Na, ez volt fiúk a nyilatkozat, úgyhogy
a boltosok sem látják fényesebben a jövőjüket, illetve a megélhetésüket, mint ahogy azt már ott a helyszínen is mondtuk. És érdekes ez a vonulat egyébként, ez a hiénázás már most elindult. Tehát ez a mikor lesz akciótok, azt én azt hittem, hogy lefordulok az égből. Ezt nem is láttam. Nem láttad? Nem. Hát az zseniális volt, tehát felébredt, tudod, így kinyílt, azt mondja, mi van? Hú, hát ez, tiltakozzunk! Fiam, most volt hétfőn. Nem gondolt, hogy késő már. Tehát, persze nem késő sose, de jó. Szerintem tüntetni ki, itt lenne az ideje egy tüntetés. Nem mondod? Megőrülök. Na, úgyhogy most, hogy már megvan a boltos report is, amit veszettük, kommenteltetek most mind a ketten ezzel kapcsolatban, de hát akkor majd megteszitek a következő adásban, addigra leülepszik bennetek is az élmény. Beszélhetünk-e a következő témáról? Beszéljünk. Persze, beszélj. Mert annyira friss, hogy azt én be is szeretném majd rakni a linket. Lackó Attiláék, ugye, és Mátyás is, aki elment Debrecenbe, nem pulyka kakast venni, hanem feláldozni magukat a köz érdekében. Az első kép az volt nekem, ami szembe ugrott aznap, amikor ők Debrecenben voltak, hogy áll a három csepeli dokmunkás, és mindegyiknek lóg a bláz a száján. Hát az valami zseniális. Hátul Mátyás volt, azt hiszem, pont tudod, így a kezébe a cigi, és így, mint hogyha még a körme alól a piszkot így piszkál neki. Hát mondom, ez zseniális ez a kép. És elkezdte írni mindenki a saját kis történetét. Attila, Lackó Attila egyébként egy blogot indított róla, a címe Újra akusztikus cigarettán pengetek. Ha esetleg zseniális cím egyébként. Valaki ugye emlékszik, még a Ferenci Gyurinak volt ez az akusztikus cigaretta sztoria. Mátyásnak pedig most találkoztam szembe a második napjával. Ő ezért is érdemes csatlakozni a Párásító Podcast csoporthoz, mert ő ott számol be hát erősen idézőjelesen élményeiről, ahol leírja a szédülést, kim van a szomszéd, akkor gyújtsunk rá még egyre, a szar íz, nem szar ízt érez, hanem rossz az íze, hogy most már akkor is rágyújtok, hogyha már beszélgetünk, mert már méne, meg hogy na majd most jön a hazautazás trip, úgyhogy kemények a srácok, tényleg, mint Tarzan sarka, és innen is csókoltatjuk őket, köszönjük nekik, hogy rózsaszín tüdőszöveteiket föláldozzák érettünk a tudomány oltárán. Úgyhogy ez meg így külön-külön baromira jó, hogy többen, és nem csak ők mentek le, ugye, tehát múlt héten is volt már lenne egy turnus, de ők azok, akiknek az írásával így találkozhatunk, vagy a Párásítóban, vagy a weboldalon, amit Attila ír. Kurva jó írások, ugyanazokat nem kell elszívnod a cigit, és tudod, hogy milyen szar az, mikor olvasod, hogy fú, mi van. Úgyhogy én mindenkinek javasolnám, hogy olvassa el, hogy milyen az, mikor több év nem cigarettázás után, mintha mi se történt volna a következő nap az e-cigi után, előveszi a cigit és rágyújt, és írja itt a Mizsei Mátyás is, hogy azt mondja, a harmadik sluk környékére úgy megszédültem, hogy le kellett raknom a bögrét, mielőtt a teából ragacs szőnyeget varázsolok a porcelánporral és szilánkokkal behintve. Szóval, hát innen is hatalmas respekt. Bizonyám. Még olvasni is rossz azokat az élményeket egy-két alkalommal. Jó. Úgyhogy én azt be fogom majd linkelni az adásba a Dokmunkások akcióban sztorit, hogy hol tudjátok ezt olvasni. Mert tanulmányos. Bocsánat, tanulságos.
És akkor itt van az a következő pontnál a valamelyik iszik, és nem a ficsor úr. Én voltam, elnézést. Nem, Krisztián. Nem baj, csak mondom. Erre lesz nagyon jó egy... Blacky volt. Igen. Tud, írogat mindent, meg közben beleiszik az adásba. Fáj, tróger. Szóval erre lesz még jó a Friedkamp szerintem, hogyha nem néztétek, akkor mindenképp, már hogy ezt nektek mondom, hogy mert ott már Fifika neked ki is osztottam feladatot jó projektmenedzserhez híven, meg ezt be tudja vésni Krisztián is, és akkor ott szépen látjuk a folyamatokat, mi az, ami megy. A naptárba beírtam már az előző két pontot is, úgyhogy ne vesszen el semmi infónk. Ez is mehetne oda. De jó. Akkor erről beszélj te, vagy Blacky, ha ő írta be. Az ötös pontról? Aha. Jó, rendicsek. Hát ugye itt terelgetjük a közérdekű adatigényléseket, és próbálgatunk mindenféle információkat kicsikarni a szervekből. Nem annyira szeretnék beadni a derekukat, tehát alapvetően a jogszabály az úgy szól, hogy és kiragadom belőle a lényeget, bármi olyan információ, adat vagy ismeret, ami az intézménynek a rendelkezésére áll, bármilyen formában rögzítésre került, és különös tekintettel az intézmény szakmai tevékenységére vonatkozó adat, az közérdekű adat. És én ilyeneket kérdezek tőlük, tehát ami választ várok tőlük, az ilyen lenne, ennek ellenére mindig megpróbálják megtalálni a kis kiútat, és azt mondani, hogy hát ezt sajnos nem tudjuk értelmezni, ezt a dolgot. Például azt az egyszerű kérdést sem tudták értelmezni, ma kaptam meg a választ, hogy a nikotin rákkeltő, ezt állítja a sajtóban a korányi horvát Ildikója, ezzel szemben a Nefi évek óta a felnőtt dohányzó lakosságnak nikotintartalmú termékeket ajánl, akkor most hol az igazság? A Nefi teszi szándékosan rákbeteggé a lakosságot, avagy esetleg valótlanságot állít Horvát Ildikó. Erre azt voltak képesek mondani, hogy Horváth Ildikó nem nálunk dolgozik, amit le is írtam egyébként az adatigénylésben, úgyhogy köszönöm, hogy megerősítettek abban, hogy nem tévedtem, valamint azt, hogy nem tudják értelmezni a kérdést. Úgyhogy ez ügyben is be lett adva a most nem jut eszembe, mert annyira bonyolult neve van annak a hatóságnak, egy eljárás kezdeményezése, hogy kényszerítsék ki belőlük, de nem is ez a lényeg, hanem megszültük itt az elmúlt néhány napban a tökéletesen igazi, és úgyis 18 karikások vagyunk, úgyhogy kimondhatom az igazi szarrágó kérdéseket. És 7 darab kérdést szedtünk össze, illetve 7 darab adatcsoportot igényelünk meg, mind a 7 darab intézménytől, amely részt vett mind a NEFI dokumentumának elkészítésében, mind vélhetően a törvénymódosító javaslat előkészítésében, és ezt én ma elkezdtem beszórni, csak aki mit tudom, van egy napi 5 adatigényléses limit, úgyhogy egyelőre 5 után megstoppoltak. És nem sikerült az összeset beadni, de őthöz már elment, illetve megkértem őket, hogy átmenetileg emeljék már föl nekem a limitet, mert szervesen összetartozik ez a 7 darab adatigénylés a 7 darab adatgazdához. És elmondjam, hogy miket kérünk igen, tőlük? Igen. Hát ha igen, már ilyen jó összeszedtük. A dolog lényege az az, hogy nagyjából kikérünk tőlük mindent, ami elektromos cigarettával kapcsolatos, és utána ezeket szépen átfésüljük, összefésüljük, és megnézzük, hogy a 2015. január 1-től kezdve ezek mégis mi a jó Isten csináltak közpénzen elektromos cigaretta témában. A 7 kérdés az így szól. Intézményük minden az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használatával járó kockázatok című összefoglaló dokumentummal kapcsolatban folytatott kimenő és bejövő elektronikus és papír alapú levelezésének elektronikus másolatát. Intézményük minden Balogh Zoltán miniszter által benyújtott TPER 7404-es számú az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat e-cigaretta tárgykörét érintő kimenő és bejövő elektronikus és papír alapú levelezésének elektronikus másolatát. Intézményük minden egyéb 2015. január 1-jét követően íródott kimenő és bejövő elektronikus és papíralapú levelezésének azon példányainak elektronikus másolatát, amelyekben szerepel az elektromos cigaretta, vagy az elektronikus cigaretta, vagy az e-cigaretta, vagy a dohányzást imitáló, vagy a szopóka, vagy a nikotin, vagy a leszokás, vagy a leszoktat kifejezés, vagy ezek bármely tetszőleges nyelvtani toldalékkal ellátott alakjai, kis és nagybetű különbségekre való tekintet nélkül.
Igen? Ez zseniális. Ez zseniális. Azt is beleírtad, amit kértem, hogy iskolai végzettségre hivatkozás nélkül az adatigénylést végző tanulmányok nem, nem cinizálok, első körben sosem cinizálok, hát ezek mégiscsak komoly tudományos előgondolkodást folytató szakmai intézmények. Előgondolkodás. Meg első körben megadom a nekik kiálló tiszteletet. Négyes pont. Intézményük birtokában lévő Balogh Zoltán miniszter által benyújtott Téper 7404 számú az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat e-cigarettatárkörét érintő ülések, megbeszélések és egyeztetések alkalmával készült jegyzőkönyvek, emlékeztetők vagy bármely más az adott esemény során történtek bemutatására alkalmas dokumentumok elektronikus másolatát. Az intézményük birtokában lévő Balogh Zoltán miniszter által benyújtott törvények módosításáról szóló törvényjavaslat e-cigarettatárkörét érintő pontjainak előkészítése és kidolgozása során készített, vagy felhasznált munka, vagy háttéranyagok elektronikus másolatát. Aztán ugyanez még egyszer a NEFI dokumentum, az összes jegyzőkönyv emlékeztető, vagy bármely más az esemény során történtek bemutatására alkalmas dokumentumok elektronikus másolatával, és az intézményük birtokában lévő minden egyéb 2015. január 1-i után keletkezett dokumentum elektronikus másolatát, amelyben szerepel az és az előbbi felsorolás, és ezek bármely tetszőleges nyelvtani toldalékkal ellátott alakjai kis és nagybetű különbségekre való tekintet nélkül. Tehát ez már azért nem egy absztrakt kérdés, ez konkrétan az intézmény birtokában lévő dokumentumokra vonatkozik. Olyan szinten közérdekű adat, hogy ennél közérdekűbb adat már nem is lehetne. És miután ezt mind megkapjuk, mind földolgozzuk, akkor talán kapunk arról majd egy képet, hogy mégis hogyan juthatott ide ez az egész dolog. Ez lesz most. Megkapja egyébként az Emberi Erőforrások Minisztérium, az Országos Egészségfejlesztési Intézet, illetve Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, ahogy ezen a héten hívják, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tiszti Főorvosi Hivatala, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet és a GEMSZI, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet, amit mostanra megint átneveztek, de az adatbázisban ilyen néven futott még. Jaj, nem, bocsánat, még az Országos Környezetegészségügyi Intézet is. Szóval ezek, ez lesz a nagy mega adatigénylés. HEPA, és nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy miféle gyöngyszemekre bukkanhatunk ezekbe. Összeftod, van egy csáv, úgy hívják, hogy David Burke. Ő ki, ő mi ő? Nem? Nem. Összefüggések. Nem? Nem ismered a... Nem ugrik be semmi róla. Hú, hát ő valamikor, nem is tudom, 20 évvel ezelőtt csinált egy tévésorozatot, és írt egy halom könyvet egyébként, a Tudásháló című könyve volt az egyik legsikeresebb nálunk, és zseniális a fickó, mert mit tudom én, sétál a tengerparton, fölvesz egy fekete kavicsot, elkezdi a föníciai pénzváltóknál, és befejezi az atombombát. és minden mindennel összefügg abban, amit mond, tehát mi is azt szeretnénk kideríteni, hogy kik, mivel, kikkel függenek össze ebben a történetben, mint ahogy egyébként ugye, ha jól emlékszem, Krisztián, ugyanilyen vizsgálódás eredménye volt az, hogy az angol tiszti főorvos, vagy a bizony, tiszti főorvos, az angol tiszti főorvos bukott meg így, hogy hát ott volt némi pitty-putty a háttérben, hogy az e-cigarettát lemossák a padlóig. Hát egészen elképesztő, ugye mindannyian ismerjük most már a brit 95%-os tanulmányt a 113 oldalával, a 185 forrás munkájával együtt és a 95%-ával együtt. És az Angliában benyújtott közérdekű adatigénylések kapcsán nem egyéb derült ki, mint hogy az ottani tiszti főorvos Martin McKee-vel, aki ugye hatalmas nagy elektromos cigaretta ellenző, folyamatos levelezés folytatott, hogy hogyan lehetne megállítani, hogy a saját kollégái, az angol közegészségügyben dolgozó saját kollégái a Public Health England-nél ne kezdjék el, ne folytassák le ezt a tanulmány elkészítését, amit mi aztán később 95%-os
matematikus tanulmányként megismertünk, és annyira egészen durván elragadtatott ötletekig eljutnak a brainstormingba, hogy hogyan lehetne megakasztani, hogy a WHO által a dohány cégek információ közlésének korlátozására kitalált szankciókat, megismétlem, a dohányipari cégek információ közlésére, közlését korlátozó szankciókat is be akarták vetni a Public Health England kollégái ellen, hogy ilyen és ilyen okok miatt, hát ti ezt nem csinálhatjátok. Egészen megdöbbentő. Értem én, hogy tehát, ami engem megdöbbent, az a prekoncepció, amivel ők dolgoznak. Érted? Tehát ahelyett, hogy azt mondaná, hogy oké, van ez az e-cigaretta, oké, biztos van benne káros anyag, de azért valljuk be, hogy hát egy, mit tudom én, 80-90-95%-kal lehet, hogy kevesebb benne a káros anyag, mint a hagyományos dohánytermékbe, de akkor álljunk át a túloldalra, és mondjuk meg, hogy jó, akkor ne legyen benne diacetil, ilyen-ilyen vizsgálatokat kell végezni, ilyen-ilyen anyagokat kell megkeresni, ilyen-ilyen aromacsoportokat ne használjanak, érted? Tehát, hogy egy úgy álljanak hozzá a kérdéshez, hogy ez még jobb legyen, mint amilyen most. De nem. Tehát folyamatosan felsorolja, hogy neki mi a szar benne, mondjuk ugye itt azért valljuk be őszintén molekula szintű dolgokról beszélünk, és kurva kevés, és mindegyik az egészségügyi határérték sokszorosa, vagy nem töredéke. Sokszorosa, hanem töredéke alatt van, és ahelyett, hogy egy ilyen segítő, jobbító szándékkal állnának neki az egész kérdéskörnek, ezt a tiltom, földbe tiprom, meggyalázom, és mindezt azért, mert Úristen, hát mit mondott egyszer Damien, hogy a dohány, vagy nem, a nikotinfüggők jövendő nemzedékét nem akarja kinevelni. Én ezen annyit gondolkoztam ezen az egy mondaton, hogy basszus, igazad van, mert a stresszoldásra, meg a különböző problémák, idegrendszeri problémák kezelésére a nikotin sokkal hatékonyabb, mint az a szar, amit a mit tudom is, a gyógyszeripar erre a probléma megoldásra ad, iszonyú mellékhatásokkal, így van? Ez van. És tudjuk nagyon jól, hogy 11 néhány betegségben kimutatottan előnyös hatása van a nikotinnak, és nem kell ezt misztifikálni, tehát akkor ugyan egy platformra kell helyezni a koffeinnel. Nincs ezzel semmi probléma, de ezt nem akarják. Nem, és nem, és nem. Hát én a második oldalról közelíteném meg, ezt a kérdést, ugye, hogy kurvára semmi közük nincsen hozzá. Tehát onnantól kezdve, valaki nikotinfüggő, senkinek semmi köze, hogy ők mit szeretnének, és mit nem, kurvára irreleváns. És ugye, ahogy te is mondod, hogy ágálnak ellene, megpróbálják alásni, stb. Holott a szakmai, etikai kötelezettségük az lenne, hogy pengeéles objektivitással tényleg tudományos alapossággal közelítsék meg a témát, mindenféle elfogultság nélkül. Ez a feladatuk, ezért ülnek ott, ezért kapják a fizetésüket, és ezzel szembe jönnek, mert tudományosan megalapozott érvük egy darab nincsen. Érzéseik vannak, félelmeik, nem szeretnénk, hogy jaj, nem tudjuk, hogy mi lehet belőle, nehogy az legyen, hogy annak ellenére, hogy a számok totálisan más mutatnak mindenfelé. Ők azért itt, jaj Istenem, nehogy már ilyenek legyenek, és jönnek, ha már objektivitás és tudományos felkészültség, jön a Horváth Ildikó és elmondja a tévében, hogy halálos tüdőbetegséget okozhat az elektromos cigaretta. Hát ez olyan szintű, olyan mérvű hazugság, hogy az valami elképesztő. És tényleg, és ezek az emberek ahelyett, hogy a munkájukat tisztességesen végeznék, konkrétan mennek... Közpénzből. Igen. Valami egészen más dolgot művelnek. Hihetetlen. Egészen hihetetlen. Valamilyen, tehát én csak azt tudom mondani, nyilván nem fogok senkinek tippeket adni, de az nyilvánvalóan látszik, hogy az egész világon az elektromos cigaretta, nem is az elektromos, a dohányzás visszaszorításáért harcoló, mert ugye ők azért harcolnak.
tehát ezek a harcoló egészségügyi luddíták mindenhol nyírják az elektromos cigarettát. Tehát valami hihetetlen mérvű szák a szemükben, mert hogy messziről úgy néz ki, egy izém, igen, hát szóval végül is el lehet jutni odáig, hogy rosszabb, mint az atombomba. Érted? Csak te legyél a gomba felhő közepébe, anyukám. Tehát nincs ezzel semmi gond. Ja, meg a másik bocsánat, ugye ez a nikotin mizéria, mert most megint ezzel nyávognak a nikotin mizériával. A dohányzás visszaszorítására irányuló törekvések soha nem arról szóltak, hogy a használói fogyasszanak-e nikotint, avagy sem, egészen mostanáig, körülbelül 2012-ig. Az egész azért indult el, azért kezdődött, azért volt rá szükség, hogy a dohányfüstben lévő egészségkárosító hatásokat és a passzív, tudok beszélni, annak passzívan kitett embereknek az egészségkárosítóra vonatkozó egészségkárosító hatást visszaszorítsák. Kizárólag a dohányfüstben található milliárdnyi egészségkárosító, nagyon nagy mennyiségben jelenlévő, plusz a rákkeltő anyagok visszaszorításáról volt szó. A nikotinról soha a büdös életbe. És most jönnek tényleg ezzel, hogy nehogy már itt valaki nikotin. Igen, mert hogyha nem tud fogást találni, akkor keres egy másikat. De persze, de ez egy kurva szimpadias, eltúlzott forma. Diacetilt bazd meg beidézni, 6 ember, tehát állítom neked, hogy az összeurópai tüdőgyógyászok közül jó, ha egy látott olyan beteget, akinek popcornt ideje volt. De az is gondolom valami dél-amerikai országban. Pont erről beszéltünk valakivel a demonstráción, hogy olyan elegáns azt előhúzni a kalapból, hogy mennyi diacetil van az elektromos cigarettában. És pont sem ennyi egyébként. A likvidben lehet. Maradjunk ennyiben, várjál, lehet benne, és van olyan, amiben van is. És ha ezt így leírod, és nem fűzöl rá semmit, akkor bassz meg, ez micsoda káros dolog, van benne diacetil. De ha kontextusba helyezed, hogy a hagyományos cigaretta belélegzett füstjében mennyi diacetil van, és ahhoz képest az e-cigarettában, ha van, mennyi van, na az már úgy egész más. Hát igen, ugye ebben a diacetil kapcsán belegondolunk, az a tanulmány szándékai ellenére nem két dolgot bizonyított be. Az egyik, hogy a dohányzáshoz képest átlagosan 750-szer kevesebb diacetil jut be az elektromos cigaretta használó tüdejébe, hogyha olyan leveseket használ, amiket ők megnéztek. 750-szer kevesebb. Tehát ez egy brutális mértékű kockázat csökkenés a dohányzáshoz képest. Köszönjük, hogy ezt aláírták. Természetesen a tanulmány készítői nem írták oda, hogy a hagyományos dohányzással mennyi diacetil jut az ember szervezetébe, és az még nem is olyan, hogy választok egy másik levest, ami garantáltan diacetilmentes, mert azzal jön, ha akarod, melyik cigarettát elszívja, benne van. A másik, amit bebizonyítottak, amit dr. Farsalinos is említett, hogy az ő 2014-es kutatásukhoz, ami ugye 150 valahány véletlenszerűen kiválasztott likvidet teszteltek, hogy az ő méréseikhez képest már nagyságrendekkel kevesebb diacetil volt kimutatható a most vizsgált likvidekben. Tehát amikor ők ezt publikálták és fölhívták a gyártók figyelmét rá, hogy srácok, rohadtul vissza kéne venni egyes aromákból, mert semmi keresni valója a diacetilnek alapvetően az e-cigi utántöltőiben, akkor ott valami eszerint történhetett, hogyha itt most egy évvel később nagyságrendekkel kevesebb diacetil tudnak kimutatni a véletlenszerűen összeválogatott levesekben. Ez az a két dolog, amit ez a tanulmány bebizonyított, és erről mégsem beszél rajtunk kívül, meg a nemzetközi elektromos cigarettával értelmesen foglalkozó embereken kívül senki. Mi van? Halálos tüdőbetegséget okozhat az elektromos cigaretta, mondja Ildikó. Visszafűzök egy picit az akusztikus cigin pengetek blogra. Pont ezzel kapcsolatban is van egy kis szőrmentén érintés. Azt írja Attila, ezt idézném szó szerint, ami a legfurcsább, hogy nem érzek késztetés arra, hogy dohányozzak, azért gyújtok rá, mert a kísérlet miatt kell, nem másért. Nincs nikotin hiányom, nem remegek, nem akarok senkit megölni, aki csak szembe jön velem.
Mondjuk most hazudtam, páran ma is kihúzták a gyufát. Inkább szívnék a GT-be, vagy a GS-be, vagy akár egy e-health-be is, mindegy, csak ne cigaretta legyen. Ahogy e sorokat írom, a készülékeim itt hevernek előttem, a menyasszonyom néha felveszi valamelyiket előttem, és halk hümmögéssel nyugtázza, hogy ez a fifikás nektarin még most is egy bajnok lekvid. Én pedig ne kapjak agyfaszt. Ja, most bármelyik szervemet felajánlanám Boris reaktor lekvidjéért, a Heisenberget pedig egyenesen locsolnám a számba, de nincs mit tenni, nem török meg, cigizni kell. Hogy egy kereskedelmi rádióst idézzek, nem az élet kemény, te vagy csicska. Hát ezekből az élményekből is egyértelműen kiderül, hogy mennyire brutálisan kapu a dohányzáshoz. Az elektromos cigarettázás. Inkább levágnám a kezemet, csak neked. Na jó, egy hétig kibírom. Édes Istenem. Én tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy ez meg fog dőlni. Tehát amit a demonstráció végén is mondtam, hogy ez meg fog dőlni, szaporodnak a tények és bizonyítékok, hogy ezek az emberek, amikor ott maradnak majd a hülyeségükkel egymagukban a játszótér sarkában, és senki nem hajlandó velük többet játszani, mert csak újra mutogatnak rájuk, hogy na figyelj már, ott a Beledal meg az Ildikó, ezek voltak azok az idióták, meg a Tibor, akik... De Krisztián, ezzel egy baj van. Na mi? Kettő. Hogy ezek az emberek ez fölfele olyan... fognak majd bukni. Hát az az egyik, mert most is ez történt szerintem, hogy ez olyan, mint mikor a homokozóba bedobsz egy kézigránátot, azt akkor ott fölrobban 8-10 gyerek, és utána meg azt mondta, hogy oké, ennyi volt, akkor játszatok tovább. Az már sose ugyanaz lesz. És illetve itt visszautalnék ugyanúgy a boltos riportra, ahol a Csík Zoli elmondta, hogy amit te is mondtál, hogy tartsunk ki egy-két évig, ha úgy adódik. Jó, mi kitartunk, mint felhasználók. A kereskedő de hogy mint, tart ki? De mint kereskedő, nem. Azt mondja, tehát ott azért senki ne képzelje azt, hogy neki hegyekben áll otthon a pénz, pláne úgy, hogy annyi pénz, hogy mondjuk, ahogy ő is mondta, hogy két lábon állt, egyik fele innen, másik fele máshonnan. És nem úgy, hogy a másik feléből simán meg tudna élni, hanem ez a kettő kiegészítette egymást. Tehát neki kiesik most a fele fizetése mondjuk, de van, aki ezt fullba nyomja a kretént, tehát annak kiesik a 100%, akkor most ő neki két évre, minden hónapra annyit be kellett volna tárazni a fizu ügyileg, pénzügyileg. Most az alkalmazottakról ne is beszéljünk, hogy van, akinek 10 alkalmazottja van mondjuk egy közepes méretű vállalkozásnál, de ha csak számoljuk azt a, legyünk óvatosak, havi 200 000, az több mint 4 millió forint lenne, aminek úgy pluszba kéne lenni a zsebedbe most, hogy azt mondjad, hogy oké, ha két év múlva tuti elindul, akkor én most addig malmozok. De hát nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Egyrészt, másrészt meg nyilván meg kell élni valamiből. És ne, hát ez szívszorító, tehát ez a fajta gátlástalan mocsok szemétség, de hát láttunk már ilyet az 1.0-as trafikmutyi kapcsán. Így abszolút van. Nem, semkire nincsenek tekintettel, hogy hívják. Járulékos áldozat, vagy mi ez, vétlen áldozat, vagy polgár, hogy hívják ezt? Magyarul nincs meg. Ah, igen, nekem ez sem. A járulékos veszteség. Járulékos veszteség, igen. Akkor mégis megvan. Hogy, na, tessék. És nem, tényleg nem tudom. Én csak abban reménykedem, hogy tényleg, hogyha mi fogyasztók kitartunk, kibekeljük addig, amíg sikerül visszájára fordítani a dolgokat itthon, és egy normális irányba elindulni, hogy még lesz kedve, energiája és egyebe a forgalmazóknak újra bútolni a szétbaszott bizniszüket. Hát de ez az, látod, hogy újra bútolni és fölépíteni újra nulláról a saját készletét akár, vagy hogy tényleg, amit a Zoli is mondott, hogy neki nem áll benne sok, mondjuk csak 2 millió forint. Egy. Ha azt mondod, hogy oké, akkor ezt nem adom el, és akkor áll benne a pénzem, azt már te 2-3 év múlva ugyan kinek fogod eladni, mikor 2-3 havonta jönnek ki új termékek. Hát igen. Likvidet, azt felejtsd el. És igen, és hát az még a boltos, és tényleg akkor mi az Isten van az alkalmazottakkal. Hát, igen. Hát, Én egyébként megérteném azokat az embereket, aki most odaállna a főnök elé, hogy hát, sorry főnök, de én ezt most elkezdem akkor keresni az új munkát, mert ez így
ez így olyan, mint egy határozott idejű munkahely, vagy munkaszerződés, hogy eddig a pontig lehet, és utána nem. Aztán szépen mindenkit szélne keresztül. Hát igen, és ahogy most kinéz, lehet látni jövő május. Jó, hát nem... Én nem is tudom, valaki pörgetett itt 2017-et, hogy az mire gondolt, vagy mit olvasott? Nem lehetett sokáig tudni, mert össze-vissza keveredett itt a TPD-nek a bevezetési ideje, és az úgy volt ugye, hogy májusig megszavazzák, és akkor lesz még egy év, mire kötelező május, mindenkire. Május 20. Igen, igen, ott volt ilyen. Május 20, ilyen. És onnan számolta a 6 hónap kifutást, és akkor már gyakorlatilag akár át is csúszhatott volna a következő évre, de meg itt az uniós határidőket számolgatták át, hogy még ki kell vinni az uniónak, jóvá kell hagynia, de hát már megírták kifelé ezért még az Áder alá se írta. Förtelmes. Tudod, ez olyan, mint amikor de ne vedd már le a ruháját, ha még meg sem halt. Igen. Nem? Hú, nagyon durva. Mekkora égés lenne ezeknek, már megküldtek mindent az EU-nak, hogy itt lesz, ez lesz, és amiben reménykedünk, hogy sikerül az Alkotmánybíróságnál megfogni ezt az egész dolgot, mekkorát szopnának. Lehet, hogy én vagyok túl idealista egyébként, mert az én lelki személyem előtt ott van, amikor ezek a tróger szemétládák mind-mind megszégyenülnek, akik most ezt így keresztül tolták. És tehát aztán... Nem mondok ilyeneket. Én lelkes maradok, pont, slussz. Én is lelkes maradok, csak én az explicit lelkes vagyok, te meg a... Én meg a rózsaszín lelkes. A rózsaszín lelkes. Rózsaszín. Hello Kitty. Te a Hello Kitty Szilárd, vagy Szilárd, Hello Kitty Krisztián, vagy én meg az, akit lehet utálni itt a hármas podcastből a hallgatóknak, hogy melyen köcsög, leköcsögözött minket az a köcsög. Nyugodtan, bírom. Mint a köcsög videós köcsög. Ja, na, erre a vonalra fogunk most rámenni, erre a szenvedélybeteg, pánikbeteg, mindenkit elküldő anyjába podcast és videó vonalra, és aztán pillanatok alatt nekünk is olyan rajongótáborunk lesz, hogy összefossátok a bokátokat. Olyan mondom, tehát hogy megnéztem ezt az embert, azt hiszem 2 vagy 3 videóját, tehát megnéztem egy olyat is, ami nem elektromos cigarettával kapcsolatos. Tehát ilyen kvázi világnézeti videó. És egyszerűen nem értem az embereket, komolyan. Tehát ez a... És miért nézni ez bárki? Figyelj, mekkora rajongótábora van ennek a bunkónak? Na, azt úgy képzeld el, hogy mesélt nekem ezzel kapcsolatban valaki. És azt mondják, hogy ez a csávó, vigyáznunk kell, mert ő egy perelős fazon, tehát azért... Attól még bekaphatja, mert a nevét nem mondtuk. Be se kaphatja. Be se kaphatja. Hogy ő akkora nagy májer, hogy régen ez sokkal jobban pörgött, és akkor ilyen 130 ezres követői száma volt. És otthon valamin összekülönböztek az asszonya, hogy megint azt a szárhülye YouTube-ot csinál, akkor csinálom, amikor akarom. Ha akarom, kitörlöm a gecibe az egészet. Nem mered? Dehogy is nem. Kitörölte 130 ezer felhasználót. Amit azóta se sikerült visszatornáznia, tehát van még egy kis remény, hogy az emberekben szorult értelem, de most valami, nem tudom, 50 ezer környékén, 60-70, valahogy így. Tehát ennyi. Jó, de sár, hogyha megfeszül, se bírsz ennyi követőt összeszedni. Se. Jól mondod, de állítólag ő tényleg olyan, nem tudom, pánikbeteg vagy milyen, hogy közért, vodka, cigi, vissza, ennyi, kész. Úgyhogy, hát, és valami nagyságrendeket már tudok, hogy mi pénzeket lehet ezzel ilyen nézettséggel, ilyen számokkal keresni, úgyhogy bőven csinálhatnám én is ezt, és akkor meg lenne még 1-2-3 kiló mit zsebbe, de nem bírom. Nem baszták a szülei, Charlie, sajnos túl intelligensre sikerett. Ezt sem mondták még neked sokat, mi? Hát ebben a körben még nem. Egyébként
a MTA-ba, amikor beszoktam járni kávézni, akkor mondják, de az nem ez a kör. Ja, úgyhogy ha még egy picit beszéltek, akkor én gyorsan megnézem, hogy... Pedig Csabinak milyen jól állna egy ilyen videócsatorna, nem? Hogy ez a gázóra fejű leolvasó csatornája. Igen. És csak anyázna. Örögnek a számlálót. Vagy mit tudom én. Tehát. Jaj, véletlenül elindult. 54.926 follower. 54.926 zsír. Hát nagyon sok nagyon fura ember van, ez van. Annyira liberális vagy már megint, Krisztián. Na, viszont arra térjünk ki, hogy holnaptól lehet megnézni a Star Wars új részét. Igen. Nem, 17-e. A premier. De az már ma van. Az már ma van, Charlie? Igen. Na, hát akkor ma sem néztünk Star Wars-t. Ennyire naptár és adás kompatibilis, hogy azt se tudod, milyen nap van. Nem. Hú, nem. Hát ha ez Blacky megtudja, hogy ilyeneket emlegetsz te, hogy J.J. Abrams rendezés és fú, Walt Disney. Azért érted, hogyha így belegondolsz ebbe egy ilyen Star Wars rajongó fejével, hogy a Star Wars, hoppá, Disneynél vannak a jogok, bazd meg, a Star Trek rendezője rendezi az új filmet. Mi van itt, emberek? Majd mikor megjelenik az Enterprise űrhajó, bazd meg. Várjuk, hogy mikor ér össze a két világért. Igen. Hát ez a film maffia, minden összefut egy kézben valahol, és aztán. Nem, egyébként a J.J. Abrams nagyon jó rendező, szerintem. Abszolút, tehát a sorozatai is zseniálisak voltak. Tehát a sorozatai is zseniálisak. Fringe és mind a mellett mondjuk, hogy a Star Trek-et azért talán egy picit elbaszta. Nem, de... nem. Én azok közé, az emberek közé tartozom, aki azt... Ja, várjál, mondta, bocsáss meg, aki nem vette volna észre, ez már nem az elcigis rész. Igen. Igen, szeretnénk már egy picit megszabadulni ettől a nyomástól, ami rajtunk van. Tehát én azok közé, az emberek közé tartozom, aki azt mondja, hogy ez a fajta vérfrissítés már nagyon régóta ráfért a Star Trekre. Tehát a Star Trek túlságosan elment ebbe a lassú, nyúlós, nyálas, nem nagyon akar a cselekmény kibontakozni, tele van ilyen áfilozófikus fasságokkal néha, na szóval nem volt igazán nyerő az, ahogy visszajött a mozivászonra, ugye a sorozatból a mozifilmek, és szerintem a J.J. Abrams volt az, aki egy picit megrázta ezt az egészet, és most már olyanok is tudnak Star Trek-et nézni, meg olyanok is tudnak érte lelkesedni, akik eddig nem. Az egy dolog, hogy a régi rajongó tábor húzza az órát, meg fú, milyen fasság ez, meg nem. Na jó, de a vaskalapos rajongók azok minden ilyen típusú franchise-nál húzzák igen, a szájukat. Igen. De elég csak a Jar Jar-ra gondolni, amikor a... Igen. Na jó, hát mondjuk azt ne említsük, mert az tényleg egy alapvetően elbaszottul szar rész volt. Tehát, én élveztem azt is. Hát, jó, kibírtam volna Jar Jar Binks nélkül, szó se róla, de... Ez az egyik, nekem egyébként abból az első Csillagháborúja egyből a legautentikusabb mondat az, amikor a Anakin Skywalker anyját interjúvolja az Obi-Wan Kenobi. És akkor kérdezi tőle, és ki volt az apja? És azt mondja az Anakin Skywalker anyja, hogy jövő László! Nem volt apja, és akkor tudod, így megálltam a moziba, tudod, így belassult az idő körülöttem, bazd meg Szűz Mária! Azt a kurva élet! Nagyon durva volt a felismerés. Mondok én neked még nagyobb flash-t, ami talán jobban fog érinteni, mint a... Hát csak a kis Anakin egy kicsit más karriert futott be, mint... Igen, mint Jézus. Mint a Star Wars. Ő a fekete Jézus. Nem hallottál még ilyet? Igen, csak nem ilyen kontextusban.
Tehát ami talán jobban érdekel minket, sorozatfogyasztókat, az, amiről részeken keresztül beszéltünk, hogy lesz-e vagy nem-e lesz-e folytatása a Wayward Pines-nak, és a legújabb infó szerint lesz S02, úgyhogy Wayward Pines Reloaded. Aztán meglátjuk, hogy abból, amit könyvben lezártak, mit cselekednek itt tovább, mert szerintem is hiba lett volna ezt ott elvarratlanul hagyni, ezt a szálat, mert könyvben jó, de ugye a tartalomfogyasztási szokásokat tekintve viszonylag kevés amerikai olvas mostanában könyveket. Viszonylag, de ez most már kezd Európára is átragadni. Sajnos. Hát igen, hát most már az olvasás képtelenség, mint láthatjuk, az egészségügyi közintézményeknél is felvételi kritérium. Igen, az értő olvasás képesség, az most már hiány. Tehát ez nem feltétel. Én múltkor egyébként azon vettem észre magam, hogy letettem a Kindle-t, mert mindenféleképpen papírt akartam a kezemben tartani. És elolvastam végre a Homeland-nek az előzmény sztoriát, Kerry futását. Kurva jó volt. Egy csomó mindent még a mostani évadban is átfűznek a könyvből. Zseniális. Úgyhogy azt szerintem másfél nap se kellett, hogy ledaráljam, és ez nem azt jelzi, hogy vékony volt a könyv, hanem hogy ilyen ügyesen tudom a betűket olvasni papíron is, és egész más feelingje volt. Sose lesz belőled államtitkár, Charlie. Ha, picsá. Meg tudod miért? De tudod miért? Mert hogyha nekem fölteszik a második kérdést, akkor arra is szoktam válaszolni. Ah, bocsánat, akkor még úr is vagy, hát figyelj. Ez teljesen nem férnél be ide ebbe a brancsba. De ahogy megfigyelted az utolsó Vita A, inkább ezt mondjuk, hogy a Vita A-nek a válaszát államtitkár úrtól, azért hatalmas skilleket felszedett itt az utóbbi egy hónapban, tehát most már készségszinten megy neki a trollkodás meg a fasságoknak a folyékonyan szavakból mondatokká formálása. Abszolút, nagyon jó begyakorolta azt a 4-5 panel mondatot. 4-5 panelt, igen. De azt, igen, ja, tényleg, azt is be fogjuk akkor rakni. Bullshit generátor egészen jó kezdette működni benne. Igen. Azt is berakhatjuk szerintem, mert voltál olyan jó fej, hogy azt is, meg a szavazást is rögzítetted, én meg azt jól föltöltöttem, miután a hanggal megint cseszekedtünk egy jó pár órát, de aztán rájöttem, hogy végül is a VLC-ben van ez a MP3 export funkció, úgyhogy abból kiszedtem a hangot, azt na simán jó, alá tudtam dobni, az jó volt úgy. Csak olyan furák volt a fájl neve, hogy elküldték két fájlt, és az egyiknek valami ez volt a fájl neve, hogy MP3.mp4, szóval... Mert hogy az eredetibet, amit küldtem, abban AAC audio volt, és azért írtam azt, hogy ez az MP3 uh-huh. audiós verzió, de igen, nekem is bántotta a szememet, de már nem volt kedvem átírni. Az a lényeg, hogy sikerült azt is megörökíteni, aztán ugye most már fönn van a demonstráción készült beszédeinknek az összesítése is. Elképesztő mennyiségű videónk van most, igen. Igen. Igen, igen, de hála jó Istennek, tehát most már senki nem mondhatja azt, hogy már pedig az Egyesület nem csinált semmit. Hát mondjuk tényleg nem csinált semmit. Semmit. Mit csinált? Oda hozta izét, a kis szatyrával odajött, azt utána... Szeftelt a kis szatyrával. Az, hallod, még a számlát se fizette ki, úgy kellett nekem az OTP automatához rohangászni, már úgy jártam oda, mint ha hazamennék. De megtehetted, Charlie. Hát, ennyi. Ennyi. Észre se vettem igazából. Tudod, ez már az a rész, a 5 karakter... Kétszer kaptam 1,5 millió fizetést. Ki veszi azt észre, már ne is arra. Igen, egyébként megjött a bónusz, úgyhogy... Megjött a bónusz, check. Úgyhogy már tényleg nem tudom. Haj, hogyha hallgatja az azt, hogy nem tudom, valami módot kéne már venni még gyorsan. Milyen bónusz? Nagyon rossz évet zárt a cég. Hogy hívják? T-Home? Igen, ezt kell beadni otthon. Nincs olyan cím, hogy T-Home, Telekom. Igen, kérdezte, hogy nem ilyenkor szoktatok bónusz kapni? Hát mondom, most nem tudom, most nem jött semmi. Ilyen medve édesapa.
Úgy, gyerekek, belehúztunk azért rendesen, nem tudom, látod-e a nyers időt? Igen. 1.58. Lackó Attilának kedvező időt bírtunk összekalapálni. De most a Lackó Attilának ez nem fog összejönni, mert ezt nem tudja már vépelés közben bent a munkahelyen hallgatni, hanem mindig meg kell majd szakítania, és ki kell mennie cigizni, és utána visszajönni. Tehát kiesik a ritmusból. Nem esik ki cserlet, viszi magával a telefont. Hát, ha telefonon hallgatja, ja. Ja. Az is igaz. Hú, hát de most milyen lesz, érted, egy ilyen Vaper podcastet hallgatni, miközben cigarettát szív. Igen, egy cseppet tudat hasadásokról. Szeretnénk egy ilyen kis összefoglalót. Azt mondta, hogy most ír majd még egyet 22-én, aztán leírja a tapasztalatait, mert hogy olyanok voltak, hogy ugye ott valami sugárzóanyagot kellett inhalálniuk, és akkor úgy finoman mondták nekik utána, hogy a mai nap folyamán már, hogy emberrel ne nagyon érintkezzenek. Hát ez egyébként iszonyú gyorsan kiürül, meg hát az izotóp. Tehát ez azért nem úgy van, hogy kimész, azt világítasz a sötétbe. Ja persze, persze, de nem hát nem úgy van, mint az RTL-nél, hogy lerakódik a tüdőbe, mint a nikotin. Igen. Igen, és akár halálos is lehet. Akarjuk. Méltó lezárásként föltennék egy igen, akkor kettő. Az egyik kérdésem az, hogy miért olyan helyen laksz, Mújó, ahol folyamatosan járnak a mentők? Hát azért, ez mert... nem mentő volt, szerintem riasztó. Nem. Ez itt az úton spurizott el egy közúti megkülönböztető jelzést alkalmazó gépjármű. Ú, de szakszerűen mondtad. Figyelj, Györfi, ezt fogadjunk, szomszédja Györfi Pali. Készül valami szóvivői posztra. Karrierváltáson gondolkodom. Ő lesz Magyarország minden szóvivője, tehát így. Csak de nem, hát az milyen ötletes volna már? Ez lesz, igen, kirúgják. Horváth Ildikót már nem tud beszélni. Bárki, kérdezd meg a Mújót. Hát ő a szóvivő. Hétfőn az elektromos cigaretta mellett viszem a szót, kedden ellene. Azaz tegyük hozzá, hogy olyanokra is jó volt még ez a demonstráció, hogy például... mivel Mújónak nincsen iPhone-ja, ezért tudtuk tesztelni az ügyfél weboldalát iPhone, Safari böngésző kliensben is, mert ott azt mondta, hogy nem jó. Bizony. És tényleg szar volt. Charlie volt az emulátorom. Igen, humán emulátor. Humán emulátor. Úgyhogy ilyenekre is jó volt a tünti. Charlie, hogy már egy iPhone, nem megy, most videózom. Ki a francot érdekel a videó, állítsd le! Megnézem a show notest. Jaj, azt el is felejtettem említeni, hogy az is nagyon-nagyon kedves volt, hogy rengetegen érdeklődtetek stoppos a kis cica után, hogy mi van vele. Úgyhogy örömmel jelezhetem, jaj, hogy nagyon-nagyon jól van, és most már minden reggel kiengedjük, és itt vegyül a nagy cicába, ma már együtt feküdtek az ágyon. Még nem túl közel egymáshoz, de már egy takaron feküdtek ketten, úgyhogy nagyon kezdenek összecsiszolódni. Különböző neműek? Igen. Az akkor még hamarabb össze fogunk csiszolódni. Nem annyira lesz érdekes, mert a nagy cica az ex-lány, a kis cica meg még körülbelül 3 hétig kisfiú. Aztán közös egyéb nemük lesz. Nálunk egyébként a fiú macska akkor nyugodott meg, amikor mind a két fejét kivették. Mert azt hiszem első nekifutásra csak az egyiket találták meg, aztán még egy hét múlva vissza kellett vinni. De, szegényként. Hát ez katasztrófa volt, tudod, így kijön az orvos, ennek a macskának egy heréje van. Aztán elküldték ultrahangra, az kiderült, hogy van még egy, csak az nem szállt le. Van még négy! Megint. Egy egész szőlőfürtnyi erre van az alasában. Ja, fiúk, zárjuk be, mert már egyre hülyébbek vagyunk. Nem, ez most azért van ez a cicázás, mert hogy ne csak úgy cicázunk, amikor pipázunk, hanem amikor fifikát kínozzuk a sorozat élményeinkkel, akkor ő szenved, most szenvedj te a cicáktól, Charlie. De valóban most szenved. Már azért... Nem, én csak előadom, hogy szenvedek, mert azért... A 2 órás célszalagot most már nagyon durván átszakítottuk. Jó, akkor... Hajrá, Lackó Attila! Hajrá,
Hajrá, dokmunkások! Igen, a ránk telepedő sötétséget kéne, de nem a Darth Vader-es vonal, mert... Pitch Black, Pitch Black, Charlie, Pitch Black. Igen, ah, várja, igen. Óvatosan azért ne legyen 22 év. 22 évente, igen. Jó, akkor ez lesz a címe, Pitch Black, de ott legyen magyarul is utána? Igen, de igen. De az átírt, vagy ez, hogy 22 évente sötétség, ez csak magyarul van meg. Igen. Tehát a Pitch Black... Persze, de mondjuk ez, ha belegondolsz, ez így lenne az igazi, hogy 22 évente jön a sötétség egy kicsit, aztán megyünk tovább, de itt nálunk egészen fordítva néz ki most a dolog. A filmnek az eredeti címe az az volt, hogy Pitch Black, aztán utólag átnevezték The Chronicles of Riddick Pitch Blackre, és erre jött a magyar cím, hogy Pitch Black, 22 évente sötétség. Zsír. Na. Jó. Akkor ez lesz, fiúkák. Pitch Black alias vak sötét, vagy hát teljes homály. Teljes homály. Igen, és nem nálunk. Tehát ugye a fény hordozója azok mi vagyunk. Sötétséget máshol kell keresni. Szerintem akkor maradjon ez a Pitch Black teljes homály. És akkor jó, egy kicsit ráfűzünk arra is, ami jó, nálunk van. Mert vagyunk annyira, hogy mondják, ez az írói szabadság. Hogy mi is így, ezt most így fordítjuk. Alkotói szabadság, mert nem alkotói írunk. Szabadság. De az írónak is lehet szabadsága. Igen, az de az író szabadsága is alkotói szabadság. Ó, Istenem, tényleg most már veled megszakítom. Nem, én komolyan mondom, én irigylem azokat az embereket, érted, akik egy diplomával, egy szád rót van a sötét fejükbe, a két fülük között, hogy az ki ne essen. És két diplomával csak annyit változik a helyzet, hogy két szál drót megy a sötét fejükbe, hogy a fülük le ne essen. De ezt hogy mondhatod? Te hiszen ő doktor. Hát akkor már csak tudja. Az a doktor. Jó Istenem, kimondtam! Pedig ellentétes az orvosi esküvőn, amit csinálsz. Akárhogy is van, én most megnyomom a gombot itt a kuzin végén, hogy működésbe lendüljenek a mi az Isten is, a látványtechnikai berendezések alkatrészei. Krisztián, hogy milyen ionok áramlanak a negatív és a pozitív részek között, és hogy ez mennyire ártalmas a te egészségedre, meg ionizálod a tüdődet. Te állat. Erről a tudósok, ha már úgyis ilyen tudományos dolgok vannak, akkor a tudósok zenekar ionja jut eszembe, a halál kamionja. De hülye vagy. De jó vagy. Nyomjátok meg azt a piros gombot, mert már elég volt belőletek. Szevasztok. De egy élmény volt megint. Sziasztok. Köszi, sziasztok.